nagyon sok változás lesz nálunk, az is lehet, hogy, hogy nem lesz a jövőben stúdió, ez majd azért nagyon sok minden. hogy ne, nem lesz, ne legyen Én, negatív. Ne, nem, most komolyan. Kicsit attól félek, hogy a magánszektor az luxus tiknek fogja minősíteni teljesen a fotózást, és valószínűleg nem fog eljönni. Igen, mindenképpen. A cégeseknél ugye... De volt már ilyen, azért, azért ez nem annyira ördögtől való, meg ezzel nem nagyon tudunk mit tenni. Tehát igazából nem is baj, hogy ezek a szerződések lejártak. Mert az újaknál valahogy máshogy kell csinálni. Szóval. Hát 5 évre írod. <laughs> hát ne, ne, nem, úgy, nem úgy, hanem hogy más pontok kellenek bele, mert itt hmm. például rengeteg ötletet adtam, videóötleteket, stb. Szóval annyi minden Ingen. benne volt. Aha. Ezekért hogy... olyan pénzeket kell kérned, mint a húzat? Na, ne, hogy nem. Hát arra tudod nevelni, hogy. <laughs> Jaj, <Jó>, hogy. <laughs> nah, Szerintem csak egy kis szünetet várja? De ezt ne, sem nem semmi vágjuk ki. Hadd kapjon egy kis hívét a Viktor is. Nekem akkor volt egy ilyen lövésem, hogy nálam van a gép, meg olyan helyre megyünk, nekem kötelező fotózni, és rá is nem volt egy kis bélyeget, mert akkor én majd holnap reggel fölkelek hajnalban, és, akkor, nap, és napközben is azon járt az eszem, hogy majd ide vissza fogok jönni fotózni. Tehát én ezt kifejezetten tudatosan Aha. nem akartam. No, tehát üdvözlünk mindenkit a Content realm-ből, következő évadjának első epizódjának forgatásán, illetve epizódjában a mikrofonoknál Csapó Gábor, Szavó Viktor és Szanyi Roland. Helló, sziasztok! Nem húztátok meg, már megint itt vagyunk és igen, még mindig, és már a harmadik évad. De, hát tudjátok, ez nálunk ilyen, ilyen hülye hagyomány. Negyed évente kezdünk éve egy új évvel. Sokkal jobban mutat, így hát van. Nem negyed éven, Csak vicceltem. Ezt. Egy szuper nyári szünet után, ugye, mindjárt beszélni fogunk, itt vagyunk újra szeptemberben, kipihenve, mindenféle gondtól tehető Kipihenve, yeah. <laughs> Nem, hát azon a piheni hozzá, nem? Vagy egyáltalán. Ja, ja. Na mindegy, hát valahogy elfelejtettük, kiírtunk egy vicces posztot, hogy, hogy, elfelejtettük is tényleg. Hát annyi minden hát történt. Nem el. Annyi minden történt, meg a, a, vendéges adásokat ugye elkezdtük ezt a szakértő sorozatot, erre nyakon csaptak minket ugye fölülről a kis vonatjáink. Ez nem volt mit gondolkozni, tervezgetni, ugye egészen konkrétan ilyen 4-5-6-7 hetek voltak különböző dolgoknak a, a megvitatására. Remélem a, csuklónak. A szakértésére, igen, és aztán ezeknek a, a, terveknek a gyakorlat átültetésére. Na hát ez minden esetre nem csak minket érni természetesen, itt nem akarunk ezen panaszkodni, de hogy ezzel valahogy ugye az Szép úgy, negatív kezdés az évadnak. Ja, ja, hát <laughs> tessék, megint megkapjátok tőlünk, hát akkor hozzuk a formát, és akkor panaszkodunk, hogy mi mit szoktunk, sírunk, vagy mi ez a... Ja, van, miért kaptunk, hogy mindig sírunk az adásba? Három kiégett. <laughs> ja, kiéget, tényleg. <laughs> tényleg. Fú, Jó, de ki vagyok nem tudom, ezt, basszus, nem tudom, változott-e azért. Vagy ha... inkább leégtem, nem? Eml emlékeztek? A... Le lejéktél, nem, nem égtél még le. De hogy emlékeztek a, a, az első évad kezdésére? Tehát azért ott megint csak hangulat volt. Fú, azért mit kaptam gyerekek? Jó, de basszus azért az, az, egy, az egy, ott is összedőlt a világ. Jó, most, éppen a most, Covid miatt. Kiderült, ki, a hogy ki nagyobb hozzánk most. <laughs> szóval. <laughs> mindenki, <laughs> ugyanezen a szinten <laughs> van. Szóval. Már mindent, hogy tartom gyertófotós, vagy bármi, vagy pék, vagy esetleg szállodás, ott már ugyanitt tartunk. Ja, ja. Tehát hát. hát hát. innen is üdvözlünk akkor minden vendéglátóst, Hotelé, a az és a többieket is. Ne, ne az a taxisokra is megvan a, figyelj, látni kell. Tehát egyértelműen ki lettek dobva szegények itt. A, Kivétel a, a taxisok. Parokjának. Na ennyi, Látott, Tehát Gáboron is. Hát is Nézem a Rádió 1 a, a műsorát most. Ott mi van? Balázsék. Ott is ízli kivétel taktisok vannak? De, hát ott már hol fogod ez megy. <gül> <gül> Jó, de figyelj, én, én, azt látom ebben, hogy ennek semmi gazdaság egyéb érdeke nem volt, egy a tüntetéstől való félelem is szerintem smafú. Ők, ők kilettek dobva célpontnak, tehát én inkább ezt mondom. De Célpontnak? Hát persze. Hát figyelj, basszus, azért mindenki rájuk mutogat. Maradhat a katában, de ugye hogy lesz. számlázhat, megkapja az ócsó üzemanyagot, ki tudja. Én, én egy legyet. dolgot tudok, hogy a fontos befejezem, akkor mi leszek? Akkor. Taxis. Úgy van. Ennyi. Autón van. Megint, a mémek. Sárga mély. fóliát tudok venni. Tehát... Nagyon, nagyon, nagyon szofisztikált váltás. Gábor, mi történt veled a nyáron? Hát, köszönöm a szót. Dolgoztam. Meglepő módon. Érdekesen indult egyébként az a nyár. A májusi hónap nem volt olyan egetlerően erős. Nem volt rossz. Elment. A június az már eldurvult. Tele voltam esküvőkkel, volt hat esküvőm, vagy hét, nem is tudom, vagy, vagy hat, vagy hét esküvőm Egy hónap alatt? Egy hónap alatt. Megesküdtél, elváltál, megesküdtél, elváltál. Ja, ne, nem, nem, <laughs> nem így. Fotóztam esküvőket. Az kicsit sok volt, úgy éreztem ott, 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 az... Főleg, hogy nekem van egy ilyen hülye szerződésem, hogy én már ugye az esküvő másnapján adok át képeket, hogy ki tudjanak tenni, és azt úgy szoktam kiválogatni egy ilyen. Ezt ki kell sípolni, ezt a részt. 50-80-100 képet, ott gyorsan átcsapok nekik, amiket én gyorsan kiválogatok. És... Amiket telefonnal csináltál. Igen, igen, igen. és hát az eleve időt veszel még ezeket, tehát nyilván, amikor ilyen 3-4-5 ezer képet, azért időmig ezeket, még kiválasztod azt az 50-100 képet, az is idő. Volt majd egy picit bele kellett korrekciózni, mert nyilván nem voltak itt a fényviszonyok, tehát azért nem mindegyikében nyúltam bele, de voltam, be muszáj volt, és akkor így gyorsan átcsaptam ugye másnap a képeket, de hát utána 5000 képet át kellett nézni. És akkor fotóz egy hónapban mondjuk 6 vagy 7 esküvőt, akkor az, az sok kép. De ez uh, az is sok más és ráadásul ez mind az nagy az... esküvő volt, tehát nem volt összük egy kicsi sem. Úgyhogy ezek ilyen 12 órás esküvők voltak. Többször dolgoztam, mondjuk a Viktor is, ugye? És uh, hát azért közben fotóztam ugye folyamatosan, tehát itt nem az volt a probléma, hogy az esküvőt lefotóztam, és akkor másnap már pihentem, hanem másnap kezdődtek az egyéni fotózások, és akkor ilyen esküvő után másnap 10 órától este 7-8-9-ig toltam ugye az egyéni fotózásokat, majd még hétköznap ugye hozzáfotóztam, és az a baj, hogy nem bírtam magad érni, hogy kikorrekciózd az egyéni fotózásokat, de közben fejezd az esküvőket is. Úgyhogy júniusi hónapban azt csaptam magam kellőképpen, ahogyan kellett. Éjjel kettő dolgoztam minden nap, egytől egyig, egyetlen szabad, nem volt. Az is sok volt, azt úgy éreztem, hogy itt, itt megvalult a rendszer. Honnan van neked ennyi katakereted, merjem Hát úgy, hogy mondjuk a január-február az nem volt olyan, tehát a január-február az nem azt mondom, hogy nagyon sikerült, de azért ott a, az első két hónap azért az, amilyen volt pont a kormányzati kommunikáció, meg a, a... Én már nem is emlékszem az évvel, komolyan mondom, tehát brutál, ami most folyt nálunk itt a csövön. én, én az mondom. augusztusra sem emlékszem, nem vagyok... Az... Ja, hát mindegy, én emlékszem, ránéztem, és a számláimat most csináltuk meg, ugye édesanyám könyvelővel csináltuk a katás áttérést ugye az új katába. Erről mindenképpen beszéljünk majd egyébként, hogy kit hogyan érintett ez a történet, hogyan tovább, illetve <suk> a pici segítséget kérünk, mert én, már elfelejtettem. Kérdeztük a katát legutóbb, hogy mi a tendünk, mert ugye Viktor is átváltott általányra, én is átváltottam, te én maradtál nem. katás. Nem maradtam katás. Hogy akkor most nekünk is be kell adni valami zárást a katáról, hogy mi Na, a... erre szóval majd a szóval legvégén, azt ezt, ha ezt végigmondom, hogy milyen jó. volt a nyers, akkor a legvégén majd Igen, elmondom, maradjatok hogy velünk, ezt... nézzétek végig, mert valahol nem biztos, a legvégén, valahol elrejtjük az infót. Igen. Szóval a június a durva volt, és akkor júliusban voltam úgy vele, hogy egy kicsit kéne pihenni, úgyhogy ez másfél napot sikerült pihennem július 1 és 2. Ott volt egy ilyen más, másfél napos pihenő, és akkor megint elkezdett előre az a mokuskerék. Látszott is a képeid, erre vagy beszélni. egyéni <laughs> nem csináltam. Nem, <gül> <hihentam>. <gül> no. nem esküvő, Esküvőt nem vállalt, egyébként úgy voltam vele, tavalyi évből tanultam, mert tavaly túl sok volt az esküvő. 20 nem tudom hányat fotóztam, négyet vagy 22-t, nem tudom, túl sok volt arra négy hónapra és úgy voltam vele, hogy nem akarom még egyszer azt a katasztrófát, hogy ülök egész nap a géplet, és képeket válogatok. Ezért is volt, hogy tavaly az ötletem, vagy hát még az idei Tablet. adásban beszéltünk, hogy tableten próbálok képeket válogatni, mert egyébként nem egészen jött össze az adobének a jó voltából, tehát nem az én saját hibám volt, hanem egyszerűen képtelen lekezelni megfelelően a Lightroom a képeket, úgy, ahogyan én szeretném, és ennek megittem a levét. Úgyhogy mégis ez a módszerem, amit kitaláltam, ez nem jött össze annyira, mint szerettem volna. De mindegy, nem is ez a lényeg. Csináltam a rengeteg egyéni fotózást júliusban, és közben kimentünk ugye 17-től 20-áig Horvátországban nyaralni egyet. 17-től? 20 ah. hát egy négy napot voltunk Aha. kint. Nagyon kis nyugis volt, nagyon jó volt. Baskára mentünk Más egyébként, hogy mely, valaki egy érdekel. Mindig barna vagy az rajtad, nem látszik most? Hát az nem az megvan, ugye? Úgyhogy nagyon jó volt, és hát a keleti kis feltöltődés, megmondom őszintén, mert az a júniusi hónap az azért az kicsapta a biztosítékot kellőképpen. Nem is az a baj, hogy elfáradtam abba, hogy ilyen voltam minden nap. Hát ez nem nem csak ebben azért, a kreatív szakmában azért, én mindent bevállalni, és, és non-stop örgetni azért. Nekem ez azzal nem volt meg, be, mert szerintem a álmod. képek azok nagyon szépek lettek, amiket csináltam, úgyhogy alapvetően szerintem a kreativitásomon nem volt baj, inkább az, hogy fáradtnak éreztem magamat. De viszont uh, annyira szerencsénk volt, hogy az idei évben nagyon kifogtam, nagyon sok volt a visszaerő vendégünk, volt nyilván újak is, de sok volt a visszaerő vendégünk, és az nagyon kellemesen érintett, hogy nagyon örültek nekem az emberek, nagyon pozitívak voltak, nagyon feltöltöttek. Konkrétan azt éreztem, hogy feltöltöttek energiával. És teljesen más úgy fotózni valakit, hogy hogy érzed azt, hogy nagyon pozitívan áll hozzád, rettenetesen örülnek, hogy ott van a kamerád előtt, és nem azt érzed, hogy itt van valaki, aki fizet neked élet, hogy fotóz le, hanem eleve az, hogy a személyiségednek is örül magának és de rettenetesen jó visszajelzéseket kaptam. Jók is kaptam. És meglepődsz, igen. <laughs> és akkor kapaszkodjál meg. Idén nyáron 7-8 pasit is fotóztam, és most is folytatom egyébként szeptemberben. És az a vicc benne, hogy hozzák egyik másikat, ne adja a kilincset, hozzák egymást a fotózásra. Jó kis a képjel. és nagyon pozitívak, retten, és, és megmond, megkockáztam, hogy a pasik pozitívabbak, mint a csajok, sokkal. <laughs> Mindenképpen ezt ugye le is szögezhetjük, aki már fotózott egyébként, és van tapasztalat mindkét, nemből. Itt most akkor a szexizmust majd, majd mindenki úgy ítéli Férdező meg, hogy akarja. De azt is tényleg, tényleg könnyebb. Tehát azért az önbizalom kérdése is, tehát hogyha ha figyelj, ez ilyenkor pasi, előjön. Teljesen más, állnak a fotózáshoz. beállnak be a kamera elé, és azt mondja, figyelj, fotózz el, ezzel vagyok én. Hm. És nem érlik őket az, hogy egyébként van egy pattanás a homlokán, vagy az orrán, vagy neki, nem tudom, éppen most van egy kis pocakja. De, de ha van is, meg más, más a szint, mint ma. Elfogadja, nem foglalkozik vele, és teljesen más, hogy éli meg az egészet. És az a vicc benne, hogy a srácoknál sokszor, sokkal többször érzem azt, hogy próbálnak egy kicsit pózolni, de a szó jó értelmében, tehát nem ilyen csúnyán fogadok picsáson, hanem tényleg olyan, olyan kis, olyan vagányan, olyan férfiasan. És ez tök jó volt idén, hogy, hogy nagyon ugyanaz, mint a csajoknál, hogy elmondják mindig a fotózás végén, meg úgy írnak utána, ugye, ilyen köszönő üzeneteket. És írják ezt, hogy nagyon nagy élmény volt a fotós, nagyon élvezték, tök jók lettek a képek, nagyon jó visszanézni őket. Sőt, hát anyukák felhívtak, képzétek el, a csajok megkapták a képet, és anyuka felhívott, hogy hát ő annyira boldog, hogy ő, neki annyira jó képé lettek a lányának, hogy ő, ő is eljön fotózásra, bejelentkezik anyuka. Hadd hat, hat, hat közben azért ez nem a. a nem nemek közti ő különbség, hanem ez egy társadalmi nyomás szerintem. Tehát egy csajnak teljesen más megfelelési kényszere kamer... van. Egy persze, tehát brutál. Egyértelműen. Ez, ez köszönhető a Facebooknak, Instagramnak. de hát ez van. Hát ez nem mit ezt nem mi csináltuk, ezt a... nem, csináltuk. úgy értem, tehát, hogy ez az a... Szerintem nem, szerintem ez csak a Facebooknak és az Instagramnak köszönhető. Meg jó, Facebook. de a Facebook meg az Instagramot, ott emberek vannak. Ja, jó, ezt ezt értem. Mind, tehát... jól, a mi, oké, mi a felelősségünk, igen, és innen is Hát Ez nem hiszem, neked ebben van felelősséged. Ebben a Facebooknak van felelősség, az Instagram. De Instagramnak a, hogy neveled, van. Hogy a gyerekedet, hogy hogy, hogy kommunikálsz? Nem tud másképpen a... nevelni, mert nem, nem csak ő nevel, hanem a környezete is. is. Jó, oké, persze. De hát Mind Mindegy. Nem, az az százalékon bele tudsz szólni, azt tudod. Persze. Mint az érzékenyítése. Ne, ne is folytasd. <laughs> 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 csak az Instagram meg a Facebook a hibás. Alapvetően az. Egyébként van egy tök jó... beszéltünk erről egyébként, mai fiatalokat, meg a felnőtteket is, ugye hát mindig is a média befolyásolja, meg ugye a, a, egyre kevésbé talán most már a kollégineknek a véleménye, már ha hogy beszélgetnek egymással, hanem akkor marad ez az egyéb vizuális történet, ami most kinek melyik felület, de ugye onnan kapja az évet. Egyébként van egy tök jó app, amit nemrég találtam, az pont szembe megy ezzel. Az a neve, hogy bírél, és tulajdonképpen arról szól, hogy nem tudsz posztolni fotókat, videókat, meg semmit. De már jó. De várjál, tök, úgy, tök, tök úgy megy, hogy naponta egyszer tudsz posztolni, ad, akkor is megvan adva egy ilyen kétperces időlimit, és random értesít az app, hogy na most tudsz posztolni, és az a lényeg, hogy csak a kamerádat tudod használni, tehát nem tudod utólag mondjuk filterezni, vagy Aha. effektet rakni rá, meg semmi. És lőnöd kell egy olyan képet, amin az első, meg a hátsó kamerád is lő egy képet. És ezt kell feltöltened. És Aha. tulajdonképpen ez pont szembe megy azzal, hogy ne manipuláld a képed, ne filterez, ne deposztálod hanem Igen. tényleg, hogy csak én vagy a tengerparton, akkor az ne hogyha. Ja, ja, é, és akkor így... jó és így random jön, és ugye az ismerőseidnél is, ha bejelölöd őket, akkor látod szépen, hogy ők mit raknak fel, és akkor tulajdonképpen ilyen random időpontba kapod. A... Hát jó, most pont dolgozó, vagy valami dolgozom, akkor hogyan? Tehát most ezt... Hát nyilván akkor kimaradsz. Amúgy most tegnap én is akkor kaptam még az értesítést, amikor még aludtam, akkor nyilván lemaradtam róla. Miért az ágy a egy nem? <laughs> ja, aztán este megjött, amikor pont forgatás volt, akkor tudtam nyomni egyet. De így vicces amúgy, mert jó, ezt is át lehet verni, mert mit tudom én mondjuk épp kapász a kertbe, az és gyorsan bemész, beülsz akárhova, és akkor... Jó, de az időpont tehát... hülyeség szerintem, tehát ez a fajta feszesség, mint ahogy mondtad is, hogy alszol, vagy éppen melózol Hát, de egyszer még értesít a nap folyamán szóval... Meg megvan, ugye, hogy két percig tudod, tehát két perc alatt nehéz kiszaladnod a tengerpartra, Ezt. mondjuk. Nem, egyébként Úgyhogy... az előző videóra visszatérve, azért gondolom, hogy itt nagy részt ez a kettő a hibás, mert nagyon sok fiatal lány fotózta most ilyen 15, 16, 18, 22 közötti lányokat, és ugyanarra panaszkodnak egyébként. Beszéltem is többel erről, hogy ugye Instagramon bekövetnek egy csomó influencer, vagy ilyen insta tárt. Akiknek nyilván van egy nagyon nagy követő táboruk, Igen, és ennek a, a követő tábornak gyakorlatilag kell fontosan posztolgatni valamilyen képeket. És ezek a lányok mindig megpróbálják megmutatni, hogy mennyire tökéletes az életük, meg milyen szuper helyeken járnak, miket esznek, isznak, nem tudom. És az a baj, hogy ebből ők levonják azt, hogy nekik rossz az életük. És mivel nem egyet követnek egy ilyen hölgyet, hanem követnek egyszerre kétszázat, ők egyfolytában azt látják, hogy kétszáz embernek milyen tökéletes az élet, vagy akár, akár több ezzet is követnek, igazából nem tudom. És az a baj, hogy ebből vannak le következtetéseket. És amikor eljöttek a fotózásra, akkor hoztak képzelek képeket, Instagramos képeket, hogy ő, ő ilyet szeretne, mint hogyha ő így áll a Balatonban, meg hogy a parton így fekszik, meg hogy ilyen ruhában, meg akkor nézett egy ilyen képet, és kiválogatott ilyen több száz képet, hogy ők miket szeretne a fotózáson. És mondták, hogy az a baj, hogy ezt nem, ez nem, te vagy, ez más, másoknak az utánzása. És megértették egyébként, tehát tök pozitívak voltak, mert értették, hogy miről beszélek, de alapvetően kire akartak hasonlítani azokra az Insta de volt, aki Facebookosat hát mutatott egyébként, akiket ők követnek. És ezért mondom, hogy alapvetően te hiába neveld úgy a gyerekedet, hogy egyszer van ideje azzal foglalkozni, hogy követ ilyen embereket, és a barátnői hát is nem De nem tudom nevelni. Mondod, hogy ez kamu. Hogy tud nevelni, persze. Tehát, ez hát ez, ez Szerintem nem, nem ennyire egyszer az a nevelés. Hát arra tudod nevelni, hogy... Jaj, Na, szerintem -e nem. egy De ezt nem, érde, nem ágjuk ki. Hadd kapjon egy kis évét a Viktor is. Nem olyan egyszerű nevelés, de itt szerintem igen. E, figyelj, letilt a Facebookon meg az Instagramról, de például de meg fog feltenni, nem sokkal el 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 egy... Elmagyarázni neki, hogy ez kamu. Alapból figyelj, de van, hogy ő érti, jel... hogy ők kamu, csak nem ezzel van a baj, hogy kamu, hanem azt hogy a barátnő is megmutatják neki ugyanezeket az influencereket, vagy másokat, akinek ugyanúgy tökéletes az életük, akik ugyanúgy egyébként hát most de... csinálják, a parton, meg a homokban, meg a nem tudom hol, és megmutatják, hogy ők mennyire szuperek, ők tökéletesek nekik nincsen narancsbőrük, plastikai sebészet nélkül, egyébként ezt tudjuk, hogy nem igaz, de hogy így néznek ki, egyébként arcépítő módokat használnak, meg mindenféle filtereket, hogy úgy nézzenek ki, ahogy. És az, hogy ezt elkönyvelik az emberek, hogy ez egy valóság. És pont ez van a baj, hogy a fiatalokat hiába mondod el neki, hogy ez nem így néz ki, ez a lányzó. Minél többször látsz valamit, az az, az belég a is. És, Persze. Képedet, és, az a baj, hogy, amikor már a baráti körödben lévő lányok, fiúk is, a fiúk ezeket a lányokat követik, a lányok szintén elkezdik ezeket követni, akkor van egy kollektív, amelyik ugyanazt látja, ugyanazt hiszik, ugyanazt gondolják, ugyanazt mondják egymásnak, ezt nem tud megváltoztatni egy személyként. Ezt nem lehet megváltoztatni. Ezt akkor is megváltoztatni. szülőként, amikor a te véleményed abús. Így van, és akkor azt mondja, hogy öreg vagy, ezt nem sőt, érted. Igen, bármit csinálhatsz, az pont az ellenkezője fog van. És attól mi a probléma? Az, hogy van olyan ország, ha jól emlékszem, aztán Svédország, de nem mernék le ahol bevezették ah, én is azt, arra azt, hogy volt egy ilyen poszt. nem lehet kitenni úgy képet, hogy te filtered, vagy ki lehet tenni képet, hogy filterezel, de oda kell írni, hogy te filtereszted ezt igen, a képet. Így van, így van, így van. És ez már egy, egy, egy jó, jó, jó kezdeményezés, mert azt gondolom, hogy itt már valami képet kapnak arról a fiatal hogy az, amit ott lát, az nem a valóság. És ez nagyon fontos. Az megint más kérdés, hogy hogy hát írják, hogy ez ezzel a programmal készült, akkor másik többi hülye is letölti, és elkezd ugyanazt a programot használni, hogy ő is nézhessen ki ön tökéletesen. És az, ezért van ez a virtuális világ, amiben egyébként élnek a mai fiatalok, hogy amikor eljön egy fotózás, és azt mondják, hogy egy hetet kell várni a képekre, és így nézzem döbbenten, hogy egy hetet. Hát mondom, ne haragudj, azért meg kéne csinálni ezeket a képeket. Tehát szóval a telefon egy messze akkor, hogy ki tudjon már valamit tenni. És megint mi a poén, lelövi azt a hatást, amit majd a te képed elvileg ki kéne, hogy váltson. Így van. Hm? Én megtiltottam egyébként nekik, tehát anyukának mondtam, telefont vegye is amit a el, vigye El kell tudok kobozni ezeket. Nem koboztam el, szépen mondtam anyukának, hogy legyen szíves és mobiltelefont vegye a gyerektől, vigye el, aztán szépen majd az a legvégén visszakaphatja a fotózás. Legvégén, amikor fel van öltözve. Az esküvőktől jöttünk ideig, ott nem teheted meg, hogy a... a... Hát éven esküvőnél nem, de egy fontos, mert ez lazán meg. Egy kis kosárka, és akkor mindenki kérem a telefonját. Mindegy, itt csak annyit akartam hozzátenni, hogy uh, itt... Vagy uh, ezt a bankrablók szokták? Vagy? Igen. Itt a gyerekeknél nagyon nehéz ezzel uh, vitatkozni, viszont amikor megkapták a képeket, attól függetlenül, hogy nem volt hátusálva a kép, tehát én általában csak korrekciózok, ha a képekben. Nagyon boldogok voltak, nagyon pozitívak voltak, és mikor felrakták a képeket Instagramra, Facebookra, iszonyat mennyiség kommentet kaptak, és dicsérőket. Nem volt szinte negatív komment köztük. Ez nagyon jó volt egyébként, mert én féltem tőle, hogy a mostani arcépítős világban, amikor senki nem úgy néz, mint valójában, akkor mindenki ugye jön majd azt, hogy merre neked ennél vannak jobb képeid is, meg nem tudom, nem, abszolút nem volt ilyen, nagyon pozitívak voltak, úgyhogy ez egy meglepetés volt számomra. Ugyanakkor például az esküvőre visszatérve, ugye dolgoztunk Viktorral esküvőn, mobiltelefonokkal éjjel-nappal mindenkinek a keze belelógott. Hát a templomba bejövő pár, ugye oldalról a sorok közül kilógó nagymamák mobiltelefonnal videóz, és az a baj, hogy egy eleve egy gagyi régi mobiltelefonnal, tehát még eleve rossz minőségben is veszi fel, de a keze az konkrétan egy méterre ki van nyújtva oldalra, és belóg a kamerába. De hát fel kell venni, hogy bejön a pár. <laughs> van az, aki végig az egész esküvőt, És, és állva, és oda megy a párhoz, és tényleg így nézel döbbenten, hogy miért kell ez, hát itt a fotós, meg a videós, megoldjuk, mi ezt nem kell ezzel foglalkozni. De a nagymamának kell, vagy nem a nagymamának, mert sokszor nem a nagymama volt, hanem valami neki nem, volt vagy a vendég, valami rokon, vagy, vagy rokon, ja. De nagyon durvák volt a mobiltelefonok. Most, most hát már így... sokkal durvább, mint mondjuk két évvel ezelőtt. Az Én azt látom, hogy most szinte mindenkinek a kezébe a mobiltelefon. Csináltam is olyan fotót valamelyik esküvőn, hogy a násznép ül a székeken, ugye a szertartás alatt, és mindenkinek ezért volt a, a mobiltelefon, és veszik a szertartást, mert azt mondjuk, mondják, hogy igen. Mindenkinek a kezébe ott volt volt. Hát ezt nem is értem Viszont... amúgy, meg pont, pont most legutóbb, amikor vágtam egy esküvőt, akkor válogattam a menyecsketáncot, és hogy azt látom, hogy jobb oldalról így bemegy a néni, beáll, és pont beáll úgy, hogy pont benne legyen szépen a képbe, és veszi a zenekart. Neki Há... az volt éppen akkor a Há, fontos. Neki, neki igen, és akkor viccesek. Fura így a háttérben, igen. De már van, Figyük, van ne? hogy di direkt beállok el, amúgy. Ezt uh, egyébként, ha már... Ha már ez, Lehet, egy kicsit szofátlanság, de, de amikor ott van útban, akkor nem figyelek rá, hogy most ne álljak belé. Nem, nem direkt bokány egyébként, meg az a pajszter is nem azért landoltam. nem, hát amikor arra van dolgom, akkor leszarom, hogy ő ott áll, és megyek. Pincér egy forró levest. nem, az a baj. Amíg öltözködik, kis. legalább addig van egy öt perc, ízé, egy nyugodt melód. Sajnos egyébként én értem azt a koncepciót, hogy mindenki szereti magának megörökíteni, mert lehetőséget adtak az emberek kezébe a, mobil, a arra, hogy ezt felvegyék. Ez még új, igen, lehet, hogy hát ez, jó, ez nem Jó, de. Tíz év múlva, nem? Most örökítsem meg egy pillanatot, és utána élvezze az eseményeket. Tehát szóval, tudod, hogy... durva felveszi, én... de soha nem fogja megnézni. nyakom teszem. Hát ez olyan, mint a koncerteken is, hogy van, aki végig videózza. Most én is, ha elmegyek koncertre, lövök. Itt, azoknál a zenéknél, amiket nem annyira szeretek, lövök egy-két Instastoryt, hogy ki tudjam rakni, és kész. De annál, de annál a dalnál, ami mondjuk a kedvencem, nem fogom elővenni a telefont, és izé... Nyomátni. Hát azért a hangulat miatt szerintem hogy érdemes. De ség. nézd meg, mindig lesz, mindig lesz, meg általában vannak hivatalos koncertfelvételek is, mert ez tök hát más, de mint az voltál, teljesen más. azt az a nagyon nagy flow. De várjátok, még, még, egy pillanatra, hogy visszatérve ezekre a szépítő cuccokra, pont, pont a minap láttam egy ilyen posztot, földobta a, a, talán a Facebook volt, de lehet, hogy Insta, ahol e, egy ilyen kettéosztott osztott képen az eredeti fotó, meg ez a szuperfilter, és pont is rász volt rajta, és nem úgy nézett ki az ember. Valami a formát Még a szemtávol, valami izé volt, és oda volt írva, hogy menjtek az e tb Tehát nagyon érdekes volt, hogy több pozitív kommentek voltak, mondjuk angol kommentek, lehet, hogy néztem emiatt. De volt egy ilyen eset, például volt egy fotózásom, ahol a sminkes készítettek közelről telefonnal egy ilyen szépítős fotót, és nem mondom, hogy rossz volt a kép egyébként. csak. Nem úgy nézett ki? Nem, igen, nem, nem. az. de ez nem az embereket. És megnéztem később a, a hölgynek a, a profilját, és azt rakta fel a profilkép nekem az enyémet. Hát, hát van igen. egyébként egy apa a nevezetű, aminél egyébként, ha fotós vagy és rááll a szemed, akkor már egy idő után, ha görgeted az instant, meg tudod mondani, hogy Mivel igen, igen, igen igen az igen, igen, igen. Szóval nagyon jellegzetes amúgy, de nyilván az átlagember nem fogja hmm. meglátni, de amúgy meg bármelyik, most tegnap is forgattunk egy klippet, és ott is előkerült a sztori, hogy mert sok lány szereplő volt, akit meghívtak, és mindegyik forgatáson szinte már előkerül az a sztori, hogy jó, egyszer megrendeltünk Instagramról, mit tudom én, öt lány, eljött öt modell, és full nem úgy néztek ki, az egyik negyven volt, de húsznak, 20 aha. nézett ki, aha, aha, aha. és akkor... És ez egyre gyakori probléma lesz most már. Ugye az ügynökségek, hát már... azok régen csináltak polaroidot. Ez volt az alapja annak, hogy vannak nyers képek róla, úgyhogy... még majd... a Dimoszóvusz Hát de egy modellnél ennek alapvetően kellene lennie ilyen. Tehát ez egy tök alap dolog volt régen. Most már nem az, legalábbis profi ügynök szerintem hát, most is. De mo most már az van, hogy elhívnak egy forgatásra, és szerintem de előtte, el? de előtte, hogy nem megmondják, el ne, hát előtte megmondják, hogy figyelj, ha nem így nézel ki, mint a képeken, akkor hazamész is. Ja, azért nem érdekli őket. Figyelj, most hát, már az van, hogy az az nem, nem el, akar, ott van, akkor érted? nem akkor lenni, de már vannak olyan <laughs> videóklipek, ahol például azt csinálták, hogy Insta influencereket kiválogattak 6-8 darabot, hogy gyertek el, és majd ott a helyszínen megmondjuk, hogy kimaradott a hogy hát, De most ez igen, csak ez megint a költség meg valahol egyébként hát azt jó, érzem, persze. hogy azért a régen egy ügynökséghez elment, ott volt polaroid, meg tudtad nézni, az így néz ki egyébként az a lány nyersen, így néz ki kisminkelve, és akkor el tudtad dönteni, hogy ez neked jó lesz, mert tudtad, hogy mit lehet belőle kihozni. Most már a polaroidban is izé van, szerintem van szépítő. Nincs, 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 De, de, de hát ugye az, a, az az, a, az én nem tudom milyen izé kamerák, amik ugyanúgy nyomtatnak most, mindenféle ilyen bugyis, meg ilyen pasztelszínekbe lehet vásárolni. Mire gondolsz erre a Xiaomi jár, ez a picikek is? Nem, 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 Instax. Instax. Valami. Ja, Instax, ja, ja. Megnyomod, ja. és akkor ugyan a papírkép. Szerintem hmm. abban van filter. Hát maximum, maximum lebutítja a, a képet, a... és akkor nem nem olyan tűnik. Nem igen, jön, igen, jön, igen. Annyira. Ja. Mindegy, lényeg annyi, hogy én azt látom, hogy egyre jobban eldurvulnak ezek a dolgok az embereknél, és nem. Tehát, például nekem, hál' Istennek most voltak idősebb modelljeim is ugye a nyáron, azt, azt nem mondtam, de ugye mert ezt kezdtem el mondani, hogy a tavalyi év ugye az esküvőkről szólt, és kicsit soknak éreztem, főleg az, hogy egész nap a gép előtt kell ülni, erre kitaláltam ugye a tabletes verziót, ami nem működött, úgyhogy én úgy döntöttem hogy a júniusi hónap után, hogy e, nem a júniusi hónap, mert előtte is így voltam vele, hogy a július, augusztusra nem akart túl sok esküvőt beírni, inkább legyen szeptember, októberre. orsak akartam sokat, kettő-kettő esküvőt bőven elég és úgy voltam vele, hogy inkább egyéni fotózásokra fogok idén koncentrálni, mert nekem nagyon sok a visszajáró vendégem, amúgy is sokan megkeresnek évközben is egyéni fotózással, tehát én nagyjából, sőt, megkockáztatom jobbat, jobb számokat, most már utólag tudom, hogy jobb számokat hoztam, mint hogy esküvőztem volna, úgyhogy nekem megérte, hogy nem esküvőket csináltam volna egyéni fotózásokat. A júliusi hónapom is fullon tele volt, az augusztus meg brutálisan tele volt, ez ugye nagyrészt családi fotózások voltak, nagyon sok bikinis lőttem Balatonparton, meg sok ilyen ruhás, ilyen fashion style, milyen balatoni fotózásunk volt. Nagyon jó hangulatú volt, mind abszolút feltöltött, abszolút nem ez volt, mint amit tavaly tudod, az, az amikor gölcsölsz rajta, hogy az esküvő minden jól sikerüljön, hogy náljanak beléd, nem. jó fényviszonyok legyenek, tehát mindenre odafigyelni, és akkor 12-14 órán keresztül ott -e állni. Hát az van, meg én nagyon nagyokkal dolgozom, tehát nálam ezzel nincsen probléma, mert gyakorlatilag nem, tudsz annyi képet lőni, mennyi ne félne rá a kártyára, úgyhogy ez nem gáz így, de, ugye alapvetően azt, hogy. Akkor egy óra múlva kárderról. Figyelj, mi lehet? Én ne is mondja. Kis méretű tömörített épegekben kell. Úgy, mindenképpen. Egyből Mint a legbutább, nem tudom, mi az, amit ki lehet. Ja, a telefon akkor. Nem, hát egyébként, ugye nekem az R van és uh, ugye ott uh, mondták, hogy nincsen két kártya a lehetősége, ugye egy kártya van benne, de van egy kenu nap. ott a Ez R van, a Ready Player van, de mindegy. Ja, e, És ugye ott meg lehet azt csinálni, hogy Wi-Fi-n keresztül összekötöd a telefont a, a fényképezőgéppel, és gyakorlatilag real-time dobálját a képeket. És én például a kis mentem, és gyakorlatilag az nagyon gyorsan átmegy. Tehát ilyen 2 megabajtos fájlok én egy másodperc. Tehát hogy most összes sorozatok. Videóval tízban... is van ez így képzelem? Beszéltünk erről Nem esetleg, majd van, a, wow. a, vannak ilyen beépülő cuccok például ugye a Da és a srácokkal, akikkel a múltkor hoztuk a teszt dolgokat és ezzel csináltak egy ilyen kis videót, hogy gyakorlatilag ezt is meg lehet oldani, hogy egy ilyen butított változatot már egyből föltol a felhőben és gyakorlatilag ilyen 30 Sem perces proxi késéssel, proxival már, már otthon a, a bent a, a stúdióban mondjuk a rendező, az már, az már látja és tud ő, értékelni, illetve tudja kommentálni a dolgokat tök menő. Ez hogy Itt jó. kéne forgatni, mire izé, mire leforgatjuk a klipet, addig meg van vágva. Egyébként hát, ennyi, tehát igen. hogy ez, ez, vannak ilyen esetek, amikor mondjuk egy sportesemény, vagy bármi van, ahol kell ugye on the fly, akkor nem kell ott helyileg kint egy ilyen kocsiba be szuszakolni a vágó embereket, hanem ez lehet otthon egy. Akkor itt olyan, mert Amerikán, pont a múltkor beszéltük, hogy Amerikában már tolnak úgy esküvőt, hogy már másnapra kész a vágott verzió. Hát van egy ember sor, aki ezt megcsinálja. Dúlva. Hm. Akkor azt itt tolják ezek szerint. 100 dollár érni. Per, per. <laughs> a, í, ingyen, ingyen. Fizetnek érte. Hát nyilván ott azért nem egy ember dolgozik, hanem egy egész táb. Hm. Úgyhogy, ja. No, szóval... Két, uh... Katasín, szóval ez kemény összeg lehet. Bizony, adózni kerül. <laughs> szóval Idén ugye ezekre fektettem a hangsúlyt, és megmondom őszintén, jó, jó döntésnek bizonyult, ugyanis tele voltunk munkával. Volt, egy nap 6-7 fotózást csináltam, meg reggel 8 órától este 9-ig, tehát így végig tele voltunk. És ez mind Jó, szabadtéri ez... fotózás volt Én egyébként. Nem, nem döntéskérdés a nálad, mert van egy, van egy portfóliód, meg van egy, van egy ügyfélállományod, van egy marketinged, és akkor ebből azt mondod, hogy esetleg tudsz finomítani, hogy mire akarsz jobban fókuszálni. Hát igen, egyébként az volt a baj, vagy, vagy nem most az volt a baj, az volt a szerencsém, hogy ugye idén uh, próbáltam megoldani fizetett hirdetések uh, nélkül. Próbáltam organikus elérésbe Facebook, Instagramot nem is használtam idén egyébként, megmondom őszintén. Próbáltam Facebook organikus elérésbe hozni az embereket. Jövődöm, és már úgy csak és lazán hoztam, képzeljétek el. Azóta durva, hogy kiraktam egy posztot, három-négy ember azonnal bejelentkezett. És mindegyik posztom így működött. Ha magánprofilba raktam fel, az is működött, ha Facebook oldalon raktam fel, az is működött, úgyhogy tök jó volt így. És Szerencsére még egy erre tart, mert még itt az első, tehát 11 ig van, vagyok tele fotózásokkal, utána tartok egy szünetet egy hetet, A nem válok azt és aztán lesz egy esküvőm közben, úgyhogy most két esküvő lesz egymás után, úgyhogy most egy kis meló azért lesz a nyakamba, de az augusztus, vagy a szeptember végét azt megint ki akarom hagyni, mert októberben meg már stúdiót csinálunk mi is, a karácsony dekorral, úgyhogy majd fél, félek tőle, hogy be fogunk vele csúszni, mert ez tavaly is egy kicsit komplikáltabb lett, mint hogyan terveztük. Aztán jön a szezon, ha e lesz. É, igen, de erről beszéljünk egy picit, beszéljünk. hogy vannak-e terveitek még a stúdióval? Ö, na igen, ö, ugye hát a, rezsí, <laughs> a csökkentés olyan fantasztikusan működik, hogy veszélybe került a mi stúdiónk is egyébként. Ö, annyi szerencsénk van, hogy a, annak a helynek, ahol én bérlem, ott már leve piaci ár volt, viszont rögzített árak vannak ö, jövő év ö, szeptemberéig tehát 2023. szeptemberig ott nem fog változni. Ez úgy néz ki a... egyébként, csak mondom a többieknek, tehát hogyha valaki x évre előre köt szerződést valamelyik energiaszolgáltatóval, adom... energiaszolgáltató van, akkor ezek általában így néznek ki. És itt ennyi szerencsénk van, hogy egy évig még nem fognak árat változtatni biztosan az áramárat sem, mert az is fixen rögzített, úgyhogy nálunk semmi Mag nem az nem lesz. ezt tudjuk. Egyelőre, igen, majd a rendszer a díjat, mondjuk 13 szoros emelkedik, és igen, akkor hát, ilyen. kifizetjük majd mindegy. Egyelőre az van, hogy nem emelnek semmit sem nálunk, december 31-ig biztosan. Most lett egy új tulajdonos, aki viszont, mert ugye ez egy hát egy ilyen gyárépület komplexum, ahol mi vagyunk, ahol nekünk van a stúdiónk, és ö, megvette egy budapesti befektető cég az egészet, és most itt szó van róla, hogy lehet, hogy az egyik részét azt aztán lakóingatlanokká átalakítják, tehát lehet, hogy egyébként magánszemélyként fogjuk tudni tovább használni. Még ez nem biztos, mert ez kiderül. Egyelőre nem ez a fáma, de, de, volt már erről is szó, de most nem is koncentrálok erre, mert a karácsony szezonig ez minket nem fog érinteni, úgyhogy most egyelőre a karácsony dekor az, ami most rágódunk, hogy legyen, milyen legyen, hogyan legyen. E, ami nyilván majd a mostani árak mellett már nem lesz egy olcsó berendezésileg sem, ahogyan számolgatok, ha nem mi magunk fogjuk megcsinálni a nagy részét, akkor az. Hát sose, volt olcsó egyébként. E, hát igen, csak a mostani árak mellett. E, minden, ami jön benne, ezek a barkácsáruházak, és amikor kikerül a polcokra, ezek a kis filincflancok, kiegészítők, ugye ezek mind dollár alapon jönnek az országba. Most ugye a dollár-euró között van egy kis sztori, illetve azt hagyják, hogy az euró 400 fölé men, de most ezzel a sztorival ugye ad a, a dollár is, és ami inkább lesz. És ennek az árát fogjuk majd Valószínűleg jobban lehetné érezni a, a különböző polcokon. Már lehet érezni, nem. szerintem nagyon keményen. Úgyhogy kicsit félek a mostani karácsonyi szezontól is, megmondom őszintén, mert szerintem a mi vendégkörünknek egy elég komoly hányadát érintette. A hát szerintem... csökkentés, ami emelés lett a végére. Alap, Alapvetően jó, jó, erről is esetleg majd, majd maximum kamerán kívül beszélhetünk, de. Ez mindenkit érint, és amiatt a mi piacunk, aki esetleg magánszemélyekre, meg hobbi fotózásba, hobbi videózásban dolgozik, saját magának készít, esetleg egyelőre előreket telésből mondjuk videoklippeket, ezeket próbálja finanszírozni. Hát ez a piac, ez, ez, ez ha nem is szűnik meg teljesen, de ez egy nagyon... korlátódik az biztos. Hát jól, ugye ezt hogy át... beszéltük, hogy pontosabban elkezdtük között, de nem fejtettük ki. Ugye voltak ilyen vállalkozásbeli változások, hogy a katát eltörölték, bizonyos feltételekhez kötötték. Hát nekem nagyon sok fotós barátom ugye kikerült a kata hatája alól, többek között, ha Viktor, te is, ja, meg ja. Roland Bizán. is. És, jó, az ö... más nálam, ez, ez, egy jó, igen, volt. Az, én az... amíg használtam, a, addig lehetett, is égett is pirult is az arcom, de... Azt szerintem, hogy nem kellett van. volna, mert nem te találtad ki a jogrendet, úgyhogy ez ott nem hatás Én tudtam maradni katás, mert nekem az ügyfelemnek a 85-90% ugye magánügyfél volt, és álltam, hogy ha számlázni, mindig számlázok, de hogyha a cégnek kell számlázni, akkor ugye ott 99%-ban én kérdeztem meg, hogy akarnak-e róla a céges számlát tudok kérteni. Olyan, élteni, olyan és... jó érzés volt, nem? Hogy neked úgyis mindegy, mert te már gázik, mindegy az összeget, hát, de, de És akkor azt mondom, hogy akkor tessék, drágám, akkor mondd a nevet, meg kiírom. Igazából számomra értelmezhetetlen az, hogy cégnek nem adhatok számlát, mert uh, a, a, tehát érte, a érte, érte, ért, értem a, uh, az a a kommunikációját, csak fizikailag értelmezhetetlenek tartom, hogy azzal kell egy fotózást, hogyha kérnek egy árnyatot, hogy cégesre szeretnéd, vagy magánszemére. Ott az ajtó, uh, igen. mert akkor elve tudom Tehát ez, ez, ezt, aki itt az nem volt egy éppen ember, az biztos. ennek ellenére úgy voltam vele, hogy én megtartom a magánügyfeleimet, mert nekem nyilván az nagyobb része és ha kell, akkor annyival ki fogom pótolni, hogy a, azt a 10-15% kiesőt, ha idén is annyi lesz, vagy 2023 is annyi lesz, hogy a céges ügyfelem, akkor nagyjából egy 10-15%-ot kell kipótolni ami egyébként szerintem az előző évben sem lett volna 15 százalék, hogyha én nem erőltetem annál. És nem azt hogy erőltetem, megkérdeztem, hogy el tudja ezt számolni, és akkor adok neki céges Jó, akkor Lehet... valamit írják ki majd, de talán a hogy... is, majd megmondja a Egyébként ha? egyén ezt mondták, hogy nem biztos, de betehetjük, ha, és ha, akkor meglátjuk. Úgyhogy igazából szerintem nem ez nem fog problémát okozni. Ilyen szinten. Másik részről meg azért beszélgettem olyanokkal, akik általány lettek, azért ők mondták, hogy kapásból legyen a 20-25-30 ot fognak emelni az áraikon. Mindenképpen. Tehát ez az... Az, az az, az alja én... szerintem. Az én olvasatomban főleg aki innen vált, kb. 30%-a több lesz neki a és és Eddig is szerintem ki volt ez szentízzet, tehát nem hiszem, hogy itt most a, a verbevétel terhére, vagy a nyeresség terhére bárkit ezt be tudne vállalni, főleg ilyen, ilyen piaci környezetben, meg, abszult, meg drágulás abszult. mellett. Szóval tehát alapvetően is szerintem egy jó 20% környékén kéne az infláció környékével emelni, erre még kéne rá rakni az emelt összegnek a, a 30%-beli, emelés, de hát ezt valószínűleg nem tudják megjegyzni az emberek, mert meg nem találsz fizetőképes keresletet a másik oldalon. Én egy ilyen 30% emelést realizálok körülbelül. Hát figyelj, ez... És itt mindenben, tehát nem csak, a, nem csak a kata miatt, hanem ez úgy szerintem, és ha más nem januártól, ez mindenképpen az, az érvényesül. Én megmondom őszintén, én kicsit attól félek, hogy a magánszektor az öö, luxus nem fogja minősíteni teljesen a fotózást, és valószínűleg nem fog eljönni. Igen, mindenképpen. A cégeseknél ugye... De volt már ilyen. Te, az, azért ez nem annyira ördöktő való, meg ezzel nem nagyon tudunk mit tenni. Én azt mondom, hogy egy dolgot tudsz tenni, hogy lélegben hogy felkészülsz. Tehát én azt mondom, hogy, hogy ez nagyon fog változni. Ha egyrészt, ha valaki kiad már pénzt a fotózásra, akkor teljesen más lesz az elvárás, és ez talán lehet, hogy jó mert akkor azok, akik eddig nem fektettek bele annyi energiát, meg rutinszerűen nyomták, nem tudom, akkor feléjük is lesz egy elvárás, és akkor legalább dolgoz meg azért az összegért. Kettő mindenképpen szűkülni fog, és az, hogy ki tud benne maradni, ez egy jó kérdés, hogy esetleg milyen... De erről mindenképpen én azt mondom, hogy már tervezünk egy újabb szakértői adást, ezt majd ott ki kéne fejteni, és most egy picit a vidámabb témákkal foglalkozni, de az biztos, hogy egy nagy, nagy nagyon nagy változás mi áll előttünk, és hát szerintem ezt megmondni előre nem nagyon lehet. Figyelj, szerintem azok a cégek, akik életben tudnak maradni az új rendszerint, akik katából váltanak ugye céges megoldásba, most nem fotósra gondolok, hanem arra. Azért a, ott szerintem, bocsánat, aki hatából vált, az valószínűleg ugyanúgy foglalkoztató lesz még. Tehát ő nem fog egyből kávézni, biztos, hogy venni, három alkalmazottat fölvenni, és akkor utána fölvesz egy szétsinyi, tehát Persze. 30 millió. Nem, működés. én arra gondoltam most, hogy ö, szerintem a céges ügyfelek azok meg fognak maradni, és szerintem akik eddig kifizették a 50-60-80 ezer fontot, most ki fogja fizetni a százat is. Tehát egy nagyobb cégnek ez nem tétel. Én most is azt gondolom. Ö, azok, akik katából váltottak valamilyen vállalkozási formány, és most nekik szükség van esetleg képanyagra, videóra, ott, ott azért ezek a létsz, mert nekik nyilván sokkal magasabb lett ugye a költségük. Ott azért azt mondom, hogy egy jó pár vállalkozót elveszíthetünk, mint vállalkozási, tehát mint céges ügyfél, de, de én azt mondom, hogy azért a vállalkozók vagy az, hát inkább a céges ügyfelek az, az biztos pont a fotósok életében. A magánszektor az, ami szerintem ezt jobban meg fogja meg fog sinyleni. A cége, céges is, mert ott is lesz egy nagy változás. Ez egy dolog, én is azt mondom, aki most a már. Csak sokkal kevesebben fogja tudni lefotózni, és az kevesebb fotósra fog ö, korlátozódni. Tehát így Jogos. Szerintem arányaiban nem fog változni. Viszont a magánszektor az biztosan. Úgyhogy én ezt vizionálom, és amit, amit egy érdekes, de majd ezt úgy is el fogod mondani, hogy szerintem kezenek előtérbe kerülni a, a mini stúdiók, a házi, a háztáji, a, a, a hálószobában belőtt a fotostúdió, és az ilyen fotózások fognak előtérbe kerülni. Én ezt látom, ugyanis az elmúlt, nem tudom, egy hónap, amióta a kormányban ezt a rezsik katasztrófát, azóta azt látom, hogy nagyon sok ilyen miniszobában épült kis stúdiót kezdtek el reklámozni, meg olyan fotókat, amiket itt készítettek. Tehát szerintem valahol ez lesz a, a túlélésnek a kulcsa. Mert azért a stúdióknak, a nagyobb stúdióknak a 8-10 ezer fontos havi vagy óradíját már nem biztos, hogy be fogják építeni az árakba. Nagyon sok helyen. Igen, ezen, ezen vitatkoztunk. Addig én ezt megrágom magamba, és aztán mondom, megbeszéljük itt esetleg segítséggel. De. Vágyunk. Vidámok témába. Stúdió, akkor nem, nem akarunk beszélni a jövőről, vagy ezt majd később? Hát én megmondom, hogy én, a stúdiómat a saját egy megtartom. meg Meglátjuk, hogy december 31 én után a szerződések hogyan alakulnak. Ha olyan lesz, akkor nyilván nem fogom megtartani. Mert azért van lehetősége megjönni más stúdióba fotózni, tehát igazából akkor megpróbálom belépni az árakba. És Béter, amit már annyiszor mondtam, hogy nem tudjátok igazdálkodni a kiadását? tudom, hogy sokszor nem vagy a helyszínen. Attól függ, hogy milyen lesz a rezsie. Mert hogyha most tényleg hétszer emelkedik a gáz, eddig fizettünk, ha 15-20 ezer forintot, most az felemelkedik mondjuk mintegy ez 100 ezer forintra, plusz egyet, még az áram a fűtés is. fűtés nem tudjátok megoldani ott? meg tudjuk opció. oldani, csak árammal a fűtés. Áram. Nincs, árammal megoldani a fűtést, és fűtöttünk is úgy, mert például nálunk mindig nagyon későn kapcsolják be a fűtést, ugye ez gyárépület, és pont ebből kifolyólag későn van a fűtés. Általában ilyen október vége, november elé szokott lenni, és tavaly például október tök hideg ha. volt, tehát gyakorlatilag meg kellett oldanunk ami mondjuk áramszámlában azért megjelentkezett megjelent, elég keményen. Na most, hogyha mostani állás szerint ilyen két és félszerésre emelkedik az áramszámlánk, az még úgy kifizethető. Tehát nem mondom azt, hogy agyon vágna, de nem örülnék neki nyilván, hogyha ki kellene fizetni ekkor összeget, úgyhogy azért itt két majd még számolgatni meddig, kell. Meddig így, hát igen. igen, mert lehet, hogy ez nem két és félszeres lesz, hanem mondjuk négy ötszörös lesz, és akkor már nem biztos, hogy megéri megcsinálni. Egyébként most több ismerősömben is felmerült az ötlet, hogy most a karácsonyi fotózásokra kivérelne ugye valami kis 30-50 négyzetméteres kis üres kis üzlethelyiséget, és akkor azt megoldani ilyen okay, karácsonyi dekorral. Fotózál. Tessék? pop-up fotózás. Hát mondjuk igen, és az okay. a baj, hogy nem tudom, hogy mennyire jó ötlet egyébként a mai bizonytalan gazdasági helyzetben akár félmilliót is, vagy milliót beleköltve egy kis stúdióba, aminek a béletedéje azért ilyen 100-150-200 ezer font rezsivel együtt, amire még a dekort még nyilván ráfizetett azért az félmillió alsó hangon. Én Én nem úgyhogy... látok matakot. Tehát nekünk az is most egy, egy, egy nagyon nagy érvemeges, hogy egyáltalán fölkészüljünk most a szezonra. Így van. Nekünk ugye három hét múlva be is zárunk egy hétre, hogy jövő hónap elsőjén már a karácsonyi dekor legyen, hogy, hogy az hogy nézzen ki. Nem látok, hogy valaki most akar kezdeni, ez egy lakást bérelni, verséget bérelni. Nem is tudom, hogy a több is, is eszébe jutott sajnos. É, nem is az nem, a sajnos. Nézzék ő... nézzé, nézzé meg, hát, tehát mindenkinek a saját maga szerencsé mm, de. Én azt mondom, hogy akkor fölösleges belekölteni, amikor van sok lehetőség stúdióban bérelni. Meg euh ez, a, ez az év se lesz már olyan, mint a tavalyi se. Biztos, hogy nem. Szóval. Itt még, azt mondom, ez ez a nyaralós sztori, ezt én még érzem, hogy most még nagyon sokan érzik, hogy ez talán egy olyan utolsó pillanat, ahol még, még ilyen uh, szórakozás belefér, és ha esetleg tavaly tavaly előtt nem voltak, akkor mindenképpen most lőnek egy utolsót. Én ugyanezt láttam a tanulásban is. is. Igen, hogy az is, akinek, mit tudom én, tényleg hitelkártyával ment el, akár külföldre, az, 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 az a lendület még talán kitart, ez mondjuk. Október, talán még november, mert akkor azok a az emelt ö, ö, számlák sem fognak még jelentkezni. Általában hogy másfél, van ahol két hónap csúszás, hogy attól függ, hogy milyen hónapban van a diktálás, míg megszületik a számla, kiküldik, Igen. stb. Tehát ez inkább azt tudom, hogy az első sokig ez ha, megy. Az, az, az lesz. És nem is ez a baj, mert azt ugye. Hát beszéltük már sok helyen is, meg, meg egyébként mi egymás közt is, hogy az egy dolog, hogy mondjuk ezek a költségek mennyire érintik a családokat, de ez ugyanúgy érintett cégeket is. És hogyha minden Mindjárt. lábot kirúgnak alólad, a két keresetből csak egy lesz, és a többi, akkor mit piről beszélni? Na mindegy, ez ját. nagyon, de nagy, de nagyon de is, elmentünk a jövőbe. Igen, ezt fel fogjuk majd dolgozni külön. Akkor ezt nem meg is vonjuk a szót, most már nyugodtan a a Gábornak a mikrofonját. <laughs> Én Most tér, tér, akkor tér, beszéljünk tér, a hüvelygombáról. Igen, térjünk <laughs> tovább. Hogy van még valami, amit nyáron azt mondod, hogy itt a kütyűvásárlás belefutottál tablet hát a tabletet az egyiket ugye leadtam, az S6-ost azt eladtam, most veszek helyette egy 7-est vagy 8-ast. Kell egy jobb vagy gyorsabb tablet, mert azért rájöttem arra, hogy ez a 4 GB RAM azzal a mennyiségű munkával, amit én próbálok megoldani, az karcsó egy De kicsit. Van, igen. Úgyhogy az a 6 gb az kelleni fog hozzá. Most egy, egy olyan dilemmában vagyok, hogy most AMOLED panel vagy sima IPS legyen, mert most ugye a kettő, amit kinéztem, az egyik az a nagyobbik az AMOLED panel és a kisebb az IPS néztem mind a kettőt, az amulet az atom durva, nyilván, bár az megint más kérdés, hogy nagyon kevés olyan ember van, akinek mondjuk amulet telefonja van, vagy tabletje, vagy akármilyen, tehát nem biztos, hogy érdemes mondjuk abba az ilyenbe elmenni, mert legtöbb ugye az még mindig az IPS, úgy 70-80 százalékban, vagy lehet, hogy 90. Úgyhogy egyelőre lehet, hogy arra kéne dolgozom, de majd ezt meglátjuk, mert egyelőre az árakkal kapcsolatban még vannak azért így fenntartás, Mindjárt jön a Black Friday. Nem, nem olyan, akarok venni. Én a használtat Já. néztem, és ö, megmondom őszintén, olyan jó árakon találtam ha használtat, hogy a 450-470 ezer forintos tabletet ilyen 240 40 környéken, 220 környéken meg lehet venni. Egy, ez most megint egy, megint egy olyan sztori, ez most ezt, ö, ö, egy ilyen ingyen ingy, tanács. <laughs> nem hiszem, hogy sokáig megmarad a használtat is ez az ára. A, amilyen piaci mozgások vannak, akár az ha. autónál, akár a kütyüknél, it is cuccok, bármi, azok ö, ö, azt tudni kell hozzá, hogy azért a, az ukrán háború az nem csak ö, azokkal a, a nyomásokkal járt, amit így mondjuk minden nap ö, tapasztalunk, hanem ott nagyon sok lekötött, ö, nagy áruházas IT ö, és egyéb kamera beszerzések voltak, amiket ö, amiket ö, legyártottak a gyártók ütemre, ütemtevre, és értem szerint nem lehet átvenni, és nincs értelme ilyenekkel foglalkozni. Ezek ö, megfelelő másik cik, cik számolnak mondjuk egy ASUS vagy egy, vagy egy HP Laptop ö, 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 révén, és ezeket most át át akár ö, honosítva a billentyűzetét, ezt különböző országos már kapták, nyomot Táron. Emiatt a nyáron azért elég sok olyan tényleg jó áru sztorival lehetett ö, ö, rábukkanni, ami eddig nem volt. most ennek viszont már ége van, ezek a készletek kifolytottak, uh -huh. most már a 400-410 dolláros forint árfőn mellett kell ugye, kalkulálni a következő beszerzéseket, ugye ezen, ezek már úton vannak, vagy részint a már várják a, a, karácsonyi rohombra való felkészüléseket, meg a Black Friday-okra, és ezek már nem olyan árak lesznek, illetve itt már egy elég erős hiánya kell majd szembenézni. Emiatt szerintem a, a, a használtak iránti kereslet, meg nem azoknak nőni, az ára, nem? Az, az, én tudom, hogy ezért fölfele fog menni. Szerintem egyébként sok lesz az, aki majd megkapja az első számlát, sokkot kap, és akkor hirtelen el akarnak válni egy csomó műszaki mindenképp... és nem, nem, lesz az olyan magas ár, ah. Ah. Lesz, lesz, egy ilyen is. Le, lesz egy ilyen is hát ugye... jó, az az eleje. Hát a, valószínűleg. Ilyen, ilyen szakmában, mint nálunk, mondjuk a fotózásnál lehet, de mondjuk... Hát hiszem a tablet még ide, ide tartozik, mert nagyon sokan csak tévénézésre használják. Rengeteg hát használják fog, Mondjuk egy notebook nem más lesz a helyzet, mert igen, az, fog abszolút, majd a, a következő hullámokra fölkészülve, meg a nem fűtött surikra, meg az ilyen vizékrémi Hát egyébként azért gondol, de most egyébként a tabletekre azért van nagy igény, mert nagyon sok szülő felfogta azt, hogy igazából mire a gyereknek kell számítógép, arra jó, egy tablet jó, is az, megfelelő, az, és lényegesen hát. olcsóbb és sokkal mobilisabb, tehát hát. gyakorlatilag egy jobb megoldás, mint hogyha ki egy asztali PC-t. Maximum ezen nem, nem olyan játékokkal játszik, mint egy asztali számítógép Mert... Igen. Úgyhogy szerintem ezért, most nagy igen. Ez, ez igen. egy nagy Ez, egy nagy probléma, igen. Jó, most ez megint más kérdés, hogy mire fogja. Fe... Tehát most egy gyereknek teljesen egy laptopot adsz egy asztali számítógépet, egy tabletet, hát... ő megtalálja azt, amit, mit akar rajta használni. Tehát... Nem, mert mindenképpen játszani fog rajta inkább ezt. Tehát megtalálja az időt, hogy hogy töltse el ugye, ez kreatívan. Van, úgy... Csak a mobil játékoknak a többsége, ugye ezek mikrotranzakciók és egyéb. Vagy pedig töménytelen reklámokkal van tele, ahol YouTube-ot meg egyéb kell nézni. Ez, ez a szerencsére PC-nél még nincs így, vagy nem ennyire fokozatlan, mindegy. Nem Jó, ám. tehát mindegy, én, ezt, én azt mondom, hogy a, a használat is az egy idővel azért fogja követni, e, és minél rosszabb egy, egy, országban a gazdasági helyzet, meg minél drágábbak ugye az új cuccok. Sajnos a ha az nem az a területi, alig fel a És a használatnak Aztán. az ára is. Tehát, hogy ilyen nem nagyon volt, hogy ugye voltak erről viccek, hogy hát a Magyarországon használt autóra szükség, akkor Kína használt autót fog gyártani, meg hogy nem véletlenül csinálták <laughs> ezt, ugye, hogy török autókat vittek el honosítani Németországban, mert azt jobbáron el lehetett adni ö, itthon. Tehát, hogy, 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 Magyarországon volt egy olyan piac, a, a, volt egy nagy árkülönbség az európai használt autók, meg a magyar használt autópiacon. Hmm. De mindegy, ezek az adózás is, meg az egyéb, egyéb ilye, illetékek is ö, rátettek egy lapátta, de mindegy, ez egy másik téma. Jó, mindegy, nekem ennyi. Igazából hmm. ez az egy, amit szeretnénk majd vásárolni, igazából mindenem megvan. Majd, hogyha még lesz rá pénzem, meg úgy alakul a piac, és esetleg látok valakinél egy eladó r amit nagyon szeretne eladni, nagyon olcsón, <laughs> akkor rá fogok repülni, de... de na, sajnos decemberben szét, mert de a, a fotós szerintem az azt hiszem, január szokott lenni. Még decemberről fotózzák, vagy végvideózzák ott a karácsony szezont, azt majd januárban már rájönnek, hogy ez a rezsiszámlát megkapják, és akkor rájönnek, hogy ezt el kell adnom, mert ez sajnos már nem az. Hát ne legyen igazad. Na nézzük. Hát ne. Viktor. <laughs> hát ha már így a technikánál tartunk, én ugye vettem szezon elején egy szívmát. Igen. Amit mert... nagyon szerettünk is. Igen, a legjobban úgy jó, jó döntés volt megvenni. Azóta is. Brutál nehéz az a vacak egyébként. egyébként én... ez nekem most tűnt fel, hogy ugye összehasonlítottuk most hétvégén a Tamronnal, és akkor ilyen pehely könnyű. De igen, a igazából... az, hogyha leraktad, és aztán csak később ja. felrakod a szigmet, és használod, akkor csak maximum valami kis kis ördög, hogy mert hát, gondiznom kéne, már, hogy azért ez egy kicsit hmm. már azért de, de meg, meg, meg látod Ronit, hogy így le konyul az eleje. Ja. <laughs> szegény nem bírja a nyomást, de tényleg itt voltál egy pár napja forgatni, nem volt mind két eszköz az asztalon, és a, a megemelve a, a Sigma változat, változatát az A7-3-nak, hát ez valami mm, mocsos Hát ugye kitépi a kezedből, annyira nehéz a Főleg én megszoktam a kis könnyűzést a és Isten ments, hogy videóra ezt valaki, Hát, csak Há az az ezt de a képminőségben, igen, meg igen, kárpóta, igen, igen. meg fókuszba is sokkal Éke, jobb. kell próbálni a kettes, tehát a Tamronnak a, a 28... Hát, tudod, hát, e még már különbség nincs a kettő között. Hát a könnyebb. Ezért mondom, ki kéne próbálni. Na mindegy. Hát most mi, mindegy, mindegy én most el vagyok, már. szettel most teljesen meg vagyok, úgyhogy majd egyszer egy Ronint kell Neked venni egy is izé, problémáid is voltak, tehát hogy bizalmi kérdés is. Ja, igen, 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 eléggé. <laughs> úgyhogy. De, így de így ne, kell, így ne. így kell osztálni, stúdióba nem lesz semmi baj. Ja. <laughs> <laughs> néha bekapcsolod. Az esküvőt kell hozni, de. Ja, az úgy, úgy, szigorúan. Csak így szabad. Hát most így amúgy mondom, egy Ronint kell majd egyszer venni, de azt szerintem nem olyan jelenlegi gazdasági helyzetben, mert működik tökéletesen az S. Szóval Marad a volt, így Ja, szóval kényelmi szempontból váltanék csak. Hm. Viszont, ami nagy kiadás lesz most így össze, holnap, ja, az adástól számítva holnap, ja, amikor felvesszük, holnap lesz az Apple bemutató, úgyhogy <laughs> ja, meg, meglátjuk, a hogy, meglátjuk, hogy az M2-es jön-e valami új. Mennyit adnak egy használt vesélyen? <laughs> <laughs> Ilyenkor megnő az ilyen. <laughs> Néztél teszteket egyébként? m 1 2 m 1 2 t néztem, az M1 az még mindig veri, mert ugye az M2-nek ez az ilyen Inkább Duna beta... szavazok. <laughs> ez a beta verziója jött ki. Azt mondták, hogy azt nem éri meg megvenni. Úgy, Milyen most... durva, nem? Ja, hát, jó, hát ez az Apple így szokta, hogy kiad egy iPhone-t. Tesztelni. Leteszteled, és akkor utána jön az S-verzió, vagy a régen ugye S-verzió volt, és akkor azt kell megvenni, mert az a normális. Nagyon durva. Hát ez. ez, ez Főleg az árulását is őket, ott és, és akkor ismered őket, és akkor nem nyúlsz bele. És mit vettél még? Hát igazából egy telefont vettem, de az már nagyon ére. Levegőt. <sorvá> <sorvá> Körülbelül. Jó, ja, meg hát vettem egy, de már ez egy ilyen luxus cikk egyepölvácsot. Mert már kellett egy óra, egy jó ideje. De telefonon nincsen. Ah, nem, hát for forgatáson sokszor nem veheted elő, mert érted, de az ügyfél az De néz, az milyen kell, amikor nézed az órát egyfolytában, hogy <haz> minden nem Hát úgy Hú... kell, nézni, hogy nem feltűnő. Nagyon jó, <haz> hogy egy Más oldalon. <haz> én nem megszoktam, most nem mehetünk is nem vittem az órát magammal, nagyon hiányzott. Nekem ugye rajta vannak a, a tárunk, tehát ha megnézitek, akkor így szétválasztva. Hát nekem is. Ugye 12 órás számlapra rajta vannak a, Google naptár bejegyzések, mikor melyik ügyfél mit kell csinálni, és ezt egy nézek, tudom, hogy most mi az, ami következik, ki lesz a következő ügyfél, mennyi nő van még közöttem, így tudom én. Tehát ez yeah, nekem is jó, a forgatáson is. baromi hasznosít is kirakhatott, hogy mikor megy le a nap, hány százalék esély van az esőre, szóval, hogyha ilyen költéri forgatás van, akkor amúgy nagyon jó, jaj, mert, hogy mert nem csinálom... egy pillanatra ránézel, és már látod, hogy... Nektek mennyire jött be egyébként az idei időre mm. jelentés? <laughs> jó <éstenem. laughs> megint a vele nyúlunk. Hát... Na mindegy, és mik voltak Já. még a nyári munkáid, mesélj egy picit róluk. Hát a Youtube-os ügyfelek azok szépen kifaroltak, a legtöbb, akiknek ugye egy csatornát Why? kellett kezelni. Meg... Hát, gondolom látták a válságot, vagy készültek a válságra, Aha. és akkor gondolom leépítették azokat, amiket úgy gondolnak, hogy meg le lehet oldani. építeni. Hát, ja. Na, ezt, ezt most mondom egyébként, hogy, hogy ez egy nem tudom, hogy fogalmazzak szépen, de hát, hogy aki most a marketinget megvágja, az én azt mondom innen, ebből a székből ülve, az nem biztos, hogy egy, egy okos döntés. Ha nem tudsz más csinálni, akkor már tök mindegy, akkor szerintem. Nem biztos, hogy megvágja a marketinget, meg ja, hanem megpróbálja racionalizálni a kicsit a kiadásokat, és lehet úgy van vele, hogy nem, fe nem fejezi be a marketinget, csak megpróbálja ő csinálni olyan minőségben, hogyan ő tudja. Lehet, igen, hogy az az semmit nem fog hát érni. Itt, igen, itt van. fölfele, és az, ebből az álláspont nem, nem, nem ragadsz ki, és nem csinálod profin, vérprofin, akár a médiákat szerintem, meg főleg ennek az elköltését, hogy hogyan fog megjelenni, akkor már lehet csomagolni szerintem. Tehát ez egy, ez egy nagyon durva időszak lesz. Tehát aki, aki cégként fönn akar maradni, annak, annak, sokkal kevesebb lesz a, a piaca, a konkurenciája erősebb lesz, mert aki fönnmaradt, ott, már tők erős, tapasztaltabb cégekkel kell majd harcolni. Ha ő ilyen, akkor viszont a marketingi még eddig nem változtatott. Akkor most sem valószínűleg az a, az, a, az a helyzet, hogy ezekből kell megvágni. És nagyon nehéz lesz majd vásárlókat toborozni, a konverziók valószínűleg romlani fognak. Tehát itt, itt, ha most visszavágsz, akkor szerintem ez egyértelmű, hogy beásod magad és kompetenciája. Egyébként meg sok tanuló pénzt Mondom hozott. Én. Tehát igazából nem is baj, hogy ezek a szerződések lejártak mert az újaknál valahogy máshogy kell csinálni. Szóval. Hát öt évre írod. Hát ne, ne, nem, úgy, nem, úgy, hanem hogy más pontok kellenek bele, mert itt hm. például rengeteg ötletet adtam, videó ötleteket, stb. Szóval annyi minden Ingen. benne volt. Ezek Ezekért hogy... olyan pénzeket kellett volna kérned, mint a húzat. Mindegy, mert a legtöbbet nem forgatták le, szóval, hogy itt... Teljesen el, mindegy, sok, a van, sok... két év múlva. Hát, Vagy egy másik cégnek. Vagy, vagy egy más, más cínek. Igen. De nekem, Mindegy, Minden, mert attól nem félek, mert az úgyse fogja más úgy leforgatni, mint ahogy én forgattam volna. Le. Hát, de az szóval... alapötletet megadod nekik, az már elég. Figyelj, nekem egy csomó fog a... volt olyan, hogy. A YouTube-on ott azért hiába van egy jó alapötletet, ha szarul csinálod, meg akkor akkor szar lesz. Akkor nem fogják megnézni. Hát meg szóval... ezek azért Lehet, hogy a mostani helyzetre nehéz ezt tovább vinni, mondjuk egy két éve később. Nekem ez volt. Szinte, nem, ha volt -e, változik annyi minden, hogy nem mindegy. Mindegy, ez jó egy Mármint olyan szempontból nyilván, hogy fix bevételek voltak nem jó, de olyan szempontból meg jó, hogy majd az új, aki jön új Ki cég. Ki ezeket a hibákat. O, igen, ott sokkal gördülékenyebb lesz majd a dolog. E egy egy dolgot, a kreatív dolgokat sose add ingyen sose bele az árba, az mindig legyen külön. ha azt akarod, hogy te kreatívkodjál vele, azt fizesse meg. Én ugyanezt csinálom, amikor azt mondom az ügyfeleimnek, hogy figyeljetek, én lefotózok bármit nektek. De ha kell belőle korrekciózott vagy retusált kép, azt ki kell fizetni, és pont. Ha nekem azokkal a képekkel utólag foglalkoznom kell, és nem felel meg az, amit én ott nyersen elkészítek, akkor igenis fizesse ki azt a plusz időt. Nagyon sok fotós belépíti meg retusálást ad benne, nem tudom, de pont jó példáim vannak egyébként az idei nyárból. Egyéni fotózás, a kolléga beltette a Korrekt, az összes képet lekorekcióztam, ami 650 képet, meg még valami 100, nem tudom, 50 kiretusált neki, tehát ilyen tényleg a szó szerint kiretusálta, majd fogta a lányzó, és azokból, amit nem retusált, elkezdett arcépítős képeket felakosgatni a Facebookra. ő választotta ki alap, a 150 képet, áll. Áll. tehát elevét kezdődik mind... Jó, most te igen, de nem most nem, hmm. mindenki dolgozik úgy, ahogyan te, és az a nagy benne, hogy olyan szinten nem érték meg az, az ember munkáját, hogy ez félelmetes, úgyhogy én pont ezért azt mondtam, semmi akadálya, anyás képeket nem kapod az árban ez a szolgáltatásnak a díja, ezt tartalmazza, de ha te korrekciós képet kérsz, vagy retusáltat, vagy az összes képet szeretnéd, azért fizetsz pluszban, és elmondom nektek, hogy fizetnek volt egy, egy jó szót el akartam mesélni, csak hogy mennyire jó kitaláltam az árazásomat, ezt előbb elfelejtettem. Ez minden fotósnak ajánlom a figyelmébe, hogy ha egy kicsit az árazását kordában akarja tartani, olyan szinten, hogy plusz akar generálni, és nem akar mondjuk marketingre még többet költeni, akkor egy jó megoldás az, hogy szétbontod a szolgáltatásaidat több részre. Én például azt csináltam, hogy volt több csomagom, volt három csomagom, volt egy mini, egy normál, meg egy VIP, és eldöntettem hmm. mindenki, az időtartamhoz volt kötve, volt 30 perc, egy óra, meg másfél órás fotózás, és eldöntettem, melyik volt neki szimpatikus időtartamban, meg órában. És volt egy uh, fotózásunk, ez egy családi fotózás volt, 30 perces kis csomagot kiválasztották, mert az, az, elég lesz, egyébként ez gyakori volt nyáron, az volt a legolcsóbb csomag, és úgy voltak vele, hogy ennyit a gyerek biztosan kibír, ráadásul kettő gyerek volt, úgy voltak vele, hogy ennél több nem kell. Na, itt jön a poén benne. Úgy volt megírva az árajánlat, hogy amennyiben úgy döntenek, közben is lehet váltani az egyen nagyobb csomagra, tehát a 30 perc az egy órásra. Ott az volt 15 ezer font többet költség, tehát ott úgy voltunk, hogy 30 volt az alapinduló csomag a 30 ezer forint, és 45-ös volt ugye a, a normál csomag. Elkezdtünk fotózni, gyerekek élvezték, mint a fene. Az apukkal nagyon örült neki, hogy ilyen jól viselkednek a gyerekek, a képek tök jók voltak. Azt mondja, váltsunk a nagyobb csomagra, inkább kivizeti az egy órát. Már 45 tartottunk majd mm -hmm. apuka, hogy a gyerekek még mindig élvezik a fotózást, anyukának nagyon tetszik a dolog, váltsunk a VIP csomagra, az 90 perces csomag, ott már 60 ezernél tartottunk. Utána kitaláltam, mert hogy fekete férképeket imádja, megveszi a fekete férképeket. 10 ezer forint, 70 ezer forintnál tartunk, megvásárolta kétszer 20 kép korrekcióját, 10-10 ezer -10 forint, tehát még 20 ezer forint, már 90, és még kifizette az összes képre is a 10 ezer fontot, tehát 100 ezer fontot ott, ott hagyott, hmm. úgyhogy ő 30 tervezet. tervezett. Jó, úgy értem, mert nem nagyon jött át, mert alapvetően az, az egyik tanács, hogy ne bonyolíts túl az árakat. Ez nem bonyolult, ezt Ezek egyszerű. az ápszelek, amik úgy hívjuk, ez, egy, ja, ez egy, nagyon jó stratégia. És, ezt, és e... olyan szinten kérik, hogy az hihetetlen, hmm. és a legdurvább az benne, hogy az az apuka, aki azt mondta, hogy ez pont az az árkategória, ez a 30 ezer font, amit itt tervezett a fotózásra kifizette több mint a háromszorosát. Gondolj hm. hogy az nem ismernek még téged, oké, hogy láttak esetleg, hogy valaki ajánlotta, de azt meg kell tapasztalni. Sokan nem is tudják, hogy ez a fotózás nem abból áll, hogy elkészül a kép, hanem hogy ez egy élmény közben is, és akár ennek a visszaemlékezése is lehet, egy lehet, lehet pozitív. És ha ezt megtapasztalják, akkor ugyen tök más a sztori. Ezért szeretem, én, ezt, én is azt mindenkinek ajánlom, hogy legyenek olyan csomagjaid, amivel amivel ezt a, ezt a bizalmi küszöböt át tudod ugrani. És aztán ebből ő rugalmasan hozzá tud később választani. Tök jó. Mindegy, itt annyi volt a lényeg a dolognak, hogy ugye ők kiválasztották mindjárt a legkisebb csomagot, hogy az mm. elég, és milyen érdekes kifizették a legnagyobb csomagot mm. is kiegészítve. De ezt nem mindig teheted meg, tehát te is be vagy táblázva, akkor jön a következő ügyfél. Ja, persze, akkor, persze, persze, persze. hát most mondjuk buktad. igen, azért itt fel kell tudni mérni a helyzetet. Ha nagyon egymás az embereket, akkor ez nyilván nem működik. Mm. Na most azért. De mondjuk például... egy Pesti stúdiót kibérelni, a szabad akkor, akkor Szabadtéren ez működik, stúdióban mm. nyilván nem. Ha te bérelsz egy stúdiót egy órára, akkor ez fixen úgy működik, és ott vége van. Esetleg annyit tudsz csinálni, hogy esetleg szabadtéren mi folyik. Most sok ilyen volt egyébként, mert hát ugye nagyon nem vagyunk tele. Hát ez, ez van, aki, aki tudott fel. élni, és igen, és akkor volt ilyen, hogy akkor még egy óra, meg még egy óra. Tehát egy órás autózásban volt három, pont most nem tudom, pár hete volt. Tök jó. Ez jó. jó. No, Viktor, térjünk vissza hozzád. Nyári melók? Ha, ah, volt egy csomó esküvő, amely Dolgoztom ahhoz is csomó, hogy amúgy tavaly kevesebb volt, most, most többet idén, sokkal több, aztán jövőre meg szerintem még, még több, több. Lesz ez a terv. Ugyan és el kell mondanom, hogy dolgoztam Viktorral, és megint tök jó volt. Nem bóckodtuk el napot, végig dolgoztuk egyébként, tehát azért azt tudni kell, hogy annak ellenére, hogy ismerősként mentünk oda, és nem teljesen ismeretlenként dolgoztunk együtt. Nem, abszolút nem. Mert komolyan vettük szerintem, abszolút. Hát végig meg a telefonokat, hogy figyelj. Voltak azért vicces jelentek, de, de alapvetően egyébként végig dolgoztuk az egészet, és hát azért volt egy-két nehézes is. Ja, Amit így hoztunk, nem is én, az, hogy nehéz. Én toltam egyedül is, ugye, meg, meg Dáviddel is toltunk ilyen Aha. stábos esküvőket, aztán ott is voltak kemény idők, amikor így ilyen 45 fokban. Fósz, mi is kifogtuk egyszer. Tűző napon szertartás, ah, szóval kegyetlen, Öm, de amúgy... Igen. Hogy bírta a gép? A gép az bírta. Azzal nem volt Hát problémány. a Viktornak az nem bírta. <laughs> Ar arra nincs, igen. De én felírkáltam egy csomó dolgot, Na, amit így megtanultam például, hogy volt még így szezon, amúgy látszik majd, szerintem lehet a videókon, mert mint a hozzáértők, azok észrevehetik a fejlődési görbét. Ja. Aha. Szóval, hogy például voltak ilyen apró hibáim, ilyen technikai hibák, mint tudom, például, ha elindult egy, mit tudom én, menyecsketánc, akkor volt, hogy leállítgattam közben a kamerát. Tudod, hogy új snitt. Igen. Amikor épp nem történt semmi ézgi. és Például volt olyan, amikor így lemaradtam mondjuk egy-egy olyan pillantra, ja, ami hát tök ez, jó lett ez volna. A... De ilyen kis apró hibák voltak, hogy mit tudom én, ha most már ha elindul a szertartás, akkor benyomom a rec és a szertartás végig megy a rec gomb. Ezt a amit nem akarod. Igen, ja, 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 igen. Úgyhogy ilyesmi, aztán volt egy még egy... függetlenül sokan így csinálják mai napig, hogy nem veszik az egész táncot, meg mm. a szertartás sem, hanem most nincs vágnak belőle. Hát nem jó, mert tökre le tudsz maradni Mondhatok, bocsánat, egy, egy, egy szintén egy saját példát. Na. Nálunk egy te az egy barátom készítette a fotókat őletében. Júúúúú. Tök, tök, tök jó, lehet ugyan mondjuk... Mondhatjuk a profi. A Winchester, igen, a Winchester, Na, hát akkor. Winchester megsérült és úgy nézett ki, hogy egy, egy három-négy hétig uh, hiába vártuk az anyagot, hogy akkor nem lesz semmi de mindegy. De a videós hozott egy, hozott egy, egy srácot, hogy próbáljuk meg legyen ott azért még egy, még egy én is, ugye nem kértük a szolgáltatást, nem hát. volt benne semmi, de akkor nézzük meg. A srác egy új kamerát kapott, és elfelejtették ki kapcsolni a demo módot, tehát hogy gyakorlatilag 40 olyan videóklipet vett elindult, és három másodperc után a, 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 a kamera kikapcsolt, a kijelző mi mutatta, hogy megy, csak nem nézte, hogy most piros vagy nem piros pötty mindent hmm, végigvett, de ne. akkor már nem rögzített. Mindegy, mert nem volt benne ez a, a én, én itt a fényképben vagyok még mindig beleragadva, de de ez egy érdekes kis plusz, igen. Tehát, hogy ezek a, hát nálunk nagyon rövid időképp. Megkaptuk az anyagot egyébként, vicces volt. <gül> 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 nagyon kevés helyet foglalt egyébként. Volt <laughs> <laughs> 10 <meg> az egész. <laughs> én, én pont most játszottam el egyébként, de szerencsére nem munkával egyiket se. Az egyik az, hogy nem <gül> <gül> volt kártya a gépbe, de otthon voltam. otthon ja, nagyon, az nagyon az 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 szó, az az szó, kellett Rohadjam meg. Igen, és olyan, hogy lelövöd a képet, mutatja a visszajátszást, tehát, hogy megvan a kép, és De nem kép. készült el, nem, lesz lementve. Igen, de ja, nem tudja hát hova mert... elmenteni. De nem szól neked, hogy elő, amúgy nincs memóriája. Hát de be lehet kapcsolni a gépen. Mit? Hát azt, hogy ne engedj a kártya nélkül képkészítést. Igen, 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 van egy ilyen. Csak mondom, de attól függetlenül. Na az mindegy, az mindegy, de ez, foly. ez Ezt vicces. mindig be kell plusz... kapcsolni, amikor veszel egy kommentet. a legelső bekapcsolt, hogy kártya nélkül nagyon... nem tudsz képet plusz készíteni. Plusz videónál is megvan ez, hogyha be van telve a kártya, akkor pont vettem fel úgy egy YouTube videót, hogy elindítom a felvételt, látom, hogy megy, visszajelzés ott van rec, és lerakom a gépet és ugye nincs kontrollmonitorom, tehát én bízok benne, Aha. hogy ez menni fog. És amint lerakod, akkor Betelt. írja. Aha. És, tehát nem rögtön írja ki, hanem egy ideig hagyja, hogy menjen a rec gomb. Ezek, ezeket is így istem. csak... Nyilván munkában ezt nem tudom gép, eljátszani. már azért... ki lehet <laughs> Hát sorry. Mindegy, de hogy ezt nyilván munkában nem fogom eljátszani, mert ott csekkolom a kártyát. Ez csak ilyen hobbi célra, vagy YouTube-ra, vagy akármire. Hát szóval oda akkor is milyen kellemetlen gondolj bele. Hm? Hát jó, a fotózás ez ilyen adhok jelleggel volt, hogy megfogtam a gépet, és akkor lőjünk pár képet. Tehát nyilván ott nem, nem volt benne a pakliba. De a YouTube videónál ott megnéztem volna, hogy betelte a kártya. <laughs> Na, de Most és nem hiszen... egy kártya van a gépben, tehát nem folytatja a következő kártyára, hogyha betelt? Nem, be van állítva. Vagy biztosági vi... másodat készítesz? Egy, egy, kártya szokott. Persze belerakadsz. Youtube videók. Kettőt kell letisztázni, úgyis az embernek a kártyain he, hetekre el vissza, még ott vannak. Majd jó lesz, mindjárt lementem, aztán mész a következő vizéhez. Ezt szóval. Nekem is volt a Örülhetsz, egy kártyát be tudsz rakni a gépbe, nem itt. Nem, Viktor, ez a Igen, Nálam is ez van. Hát majd venni kell újakat, amúgy ez a... De olyan egyébként a Sony persze sok mindent tudsz rajta állítani, is, hogy akár a fotók, akár a videók, a az egyikkel betelt, akkor ugrik át. Ja, hát két de otthon YouTube videózásra a két kártyás nem szoktam berakni két kártyát. Mert Aha. hát mindenki, a főség is persze. Tetsz. Aztán volt egy felszerelés elhagyásom. Mi? Mit adtál? <gül> <el>? <gül> az egyik esküvő előtt a Roninnak nak ja, a kis csavarját, pont a talpazatot, ugye becsavarod a gépbe. Na és a csavar, az valahol kiesett. Úgyhogy az jó tanuló pénz volt. Az a szerencse, hogy ugye rengeteget videóztam Ronin nélkül, tehát nyilván lehoztam az esküvőt, úgyhogy... Csavarboltban nem... nézted meg? Van ilyen egyébként? Van. Hát majd. Na mindegy, szóval sikerült levazni az esküvőt, úgyhogy nem szenvedtek árát, annyi, hogy ilyen nagy, hosszú mozgásokat nem tudtam csinálni. De ilyen aprókat simán. Úgyhogy nem venni észre. Amazon a biztos, hogy ezt hozzám szettet, hogy írhatsz a gyártónak, de egyébként én legutóbb egy, egy tévének a talpába mentem el, négy különböző furat, kettőféle csavarra, és tudtak adni a srácok. Aztán, ami, amit még így megtanultam az esküvők kapcsán, hogy van egy csongos nit, amit felveszek, de nem kéne felvenni, mert úgy se lesz bevágva sehova. Ez a tapasztalat, igen, hogy ez között, mindig így van. Végül... Ja. Ha Viszont ha kérnek egy hosszú vágatlant, akkor be lehet tenni. Hát jó, de... de kérnek egyébként? Van. Te van a... szoktál lehet adni? Hát, tőlem még nem kér. Hány percet adsz egy ilyen egész napos esküvő után? Hát attól függ, hogy milyen hosszú, amúgy általában ilyen 5 perc fölött szokott lenni. Amúgy és, hát, hát, és a szerződésben megvan, hogy mennyi, de ja. az totál Na, de tán, mert te... ahogy kiadja az anyag. 8 órát forgatni, akkor már fölösleges olyan részeket, amiket tudod, hogy ezekből veszi a helyet. Ja, a most, most még benne volt az is, hogy milyen hosszú a nyersanyag. Viszont hát. a, ahogy mentünk esküvőről esküvőre, ugye a lényegtelen részeket nem vettem, tehát így rövidült a nyersanyag is. De nekem most is van sokan is, aki minden lényegtelen dolgot felsz, azért, mert a nyerseket meg átadja. Hát a nyerseket én is, de azt vettem észre, mert nem érdekli az embereket. Nem? Szerintem nem is nagyon töltötték még le. Aztán majd szól, szólni kell nekik, hogy töltsék le. Meg, ja, mondjuk ez egyiket... meg mit, mit, kezd? Hol a Te... kép? Azonnal, hogy a kép átküldöd, akkor látod a -e linken, hogy mindig hozzá se kettek. Figyelj, ilyen, ez ez ezt dolog. akartam mondani, nekem volt egy csomó ilyen. Uh, volt aranycsomagos. eljön hozzám, nagyon kedves volt, nagyon cuki volt, kurva jó képeket óra, hív, róla. Hogy hol van kép? Elmondtam ja. neki, hogy hét napot kell várni a képekre, eltelik három nap, mikor kap meg a képeket. Mondom, figyelj, vasárnap fotóztak, jövő héten vasárnap fogod megkapni. Tehát ezen héten vasárnap fogod megkapni. Ó, hát ezt elfelejtettem, emlékszem most már, hogy mondtam, oké, akkor majd vasárnap. Szomorú rám ír, <coughs> hogy akkor biztos vasárnap-e. Vasárnap -e? Vasnap reggel 8 órakor már ír, hogy ö, ő miért nem meg a képeket? Drága szívem, vasárnap általában este szoktam feltölteni a képeket, de ahogy van időm, feltöltöm, írni is fog neked. Ebből is tanult Gábor, tehát a vasárnap azt úgy kell csinálni, hogy akkor ezt mondja, igen. Igen, pár is mindig ezt ja, mondja, ja, ja. és várj, itt a poén benne, feltöltöm este 8 órakor, írok neki, hogy elküldtem a képeket. Látom ott a Facebookon a kis kék, kis, uh, hogy nem láttam még az üzenetet, mondom, jó, majd, majd, majd jelez. Hetedik, öt nap, öt nap eltelik, majd egyszer csak látom, megjelenik, hogy olvasta, akkor látom, hogy aznap beregisztrált, ugye, a, uh, hogy a galériába, de semmit nem döntött le. Jó van, oké, okay, semmi gond nincsen, lejár az egy hét, mi történik? <laughs> Azonnal hív. Most nem akartam le. Nap hét, napig élnek a linkjeim, amiket feltöltök Pixire, mi történik? Nem elérhető a hát link. Ez a megérzés. És akkor várjál, rámír, hogy ö, ne haragudjak már meg, de valamit elrontottam, mert nincsenek fönn a képek. <laughs> mondom, nem, nem te el, hogy hét napi nem töltötted le a képeket. Hát ő neki annyi dolga volt. Na mondom, érdekes, mert előtte nem volt annyi dolga, akkor nekem jól ne, lett. Ja, ezt csak gondoltam, tehát nem mondtam neki, és várjál, az a vissza visszatöltöm neki a képek, hmm. vagy. Ö, újra ö, láthatóvá teszem a képeket. Eltelik megint öt nap. <gül> <gül> megint eltelik öt nap, Várja, Írok neki, mondom, figyelj, mi mindent töltöttem le a képeket. Képe Jaj, a ne haragudjál meg, elfelejtettem, mindjárt letöltöm. <laughs> nem, majd eltelik újabb két nap, a galéria megint zárva van, megint nem lehet megnézni, megír rám, hogy ő megint nem látja. <laughs> És mondom neki, mondom, figyelj, majd akkor szólj, amikor tudsz vele foglalkozni, mert most már két hétre feltöltöttem, két hétig voltak fönn a képek, úgyhogy nem tudtad letölteni. Itt a poén, azt mondja, most le tudja tölteni erre az elmebetegje elkezdi egyesével letölteni a képeket. Szerinted letöltötte mindet? De nem. De a felét ott hagyta, a galériát nem akarta letölteni, mert úgy volt vele, hogy neki hiába volt be, mint 60-70 korrecizott képnek elég csak az a pár, amit letöltött, majd meggondolta magát, le akarta tölteni az összeset, már megint nem volt elérhető a galéria, megint meg kellett neki nyitni. De ezt én egyszerűen megoldottam ezt a nyáron. v szerint el? Nem, egy nagy upgrade volt, de azt úgy, hogy eljátszották velem is ezt, csak velem nem képekkel, hanem ilyen száz gigás anyagokkal. Ja. És így az is sürgős volt, tehát hogy a, a, aznapra kell. Feltöltöttem minden is, ugye, 400 gigás drive-on volt. Összesen ha. volt két és ugye két anyag, az egy drive-ot kinullázott, és akkor nem tudtam Feltöteni más anyagot feltölteni. Addig akkor vársz a vársz, amíg ez így van. Igen, vártam, tehát két hét, azt hiszem, vagy másfél, nem vártam sokat, de úgy voltam vele, hogy sürgős volt, hát akkor biztos már letöltötték meg minden. Töröltem, és utána érkeztek a levelek, hogy hát nincs fent. Hát mondom, azért nincs fent, mert nincs hely. Úgyhogy most egy két terásra upgrade és most ott figyelnek szépen a van egy ilyen leadandó nevű mappám, ott figyelnek, amíg, amíg van hely. Én nagyon jó dolgot kitaláltam egyébként. Az lesz beleírva az, az ajánlat. Pontosabban a tájékoztatóban, amikor elküldöm ugye a linket nekik, kapnak egy tájékoztatót mellé, hogy kell használni a galériát és hét napig él a link. de, de úgy amennyiben... fogod neki tölteni. Nem, mert nekem, nekem csak láthatóvá kell tenni, mert Pixi nem törlődik ugye a galéria. Úgyhogy én azt találtam ki, hogy beírom, hogy amennyiben hét napon túl újra fel kell töltenem a képeket, hogy újra nyitni kell, 5000 forint költség. Figyelj, abszolút, engem pont nem érdekel. Hogyha valaki egyébként ennyire lusta rá, akkor igenis fizesek ezt a díjat. És az a vicc, hogy egyébként ez máshol tök jól működik, mert például Németországban bankint ismerősöm, ők is ugyanezt használják, és ő náluk 15 forint értékű eurót fizetnek. Most csak azért, hogy újra nyitják a galériát. És ö, elfogadják az emberek, és az amit a vicc, nem mondta. De ezekkel a is iszonyatosan feltétlenül. én át tudom érezni a másik oldal. Jó, is hát én, az én, is átérzem, mert én is elfelejtem letölteni. A parkolási de... is mindig tudod, amikor mehetett a következő, akkor jó, 30 hát 30 ez, ezer forint. Ezzel én de jó. is így vagyok, de nem pattogok közben, hogy mikor küldöd, mikor küldöd, mikor hát küldöd. Nem mert... Nem. Igen, erre van szó, és tud uh, tudod az adóra benne, hogy uh, sietsz, hogy neki meg tudjál felelni, elkészíted a képeket. Hát reg... inkább ez igen, hogy akkor te is mindent félredobsz. Ez az... A... hívod, biztos fontos neki. Nagyon olyan tök jó, legelebb szerzünk egy jónapot neki aztán közben meg mindegy. Nem, nem tudhatod, mi történt, mindegy. Most én, én értem, de akkor előtte miért kellett egy héten három négyszer is meg megzaklatni, hogy mikor lesznek már készek, képek, mikor elmondtam, hogy mikor lesz készen. Tehát mindegy, nem is lényeges annyi, hogy szerintem ezt, ezt is valahol egyébként szankcionálni kell, mert az embereket, hogyha picit nem fegyelmezett be, nem, tudom, megint kapok majd értelem, nem érdekel annyira. Egyszerűen nem szabályozott be őket egy picit, és hidd el nekem, mindig azt mondják, hogy ügyfelet fogsz így veszíteni. Nem. Meg fogja azt az ügyfél becsülni azt a szemét, aki igenis megtesz neki mindent. Az, hogy én dolgozok neki a képekkel, azt, hogy ezeket feltöltöm, azt, hogy ezt tudjam használni. Így látom egyébként. Tehát minél feszesebb vagy ezen a téren, akkor ezt kapsz egyfajta tiszteletet. Tiszteltet, pontosan. Abban a pillanatban, amint nem érdekel semmise, és mindent megad neki, abba a nem fog tisztelni. Mm. És, jó, jó, és erre jó. van is nagyon jó kollégám, aki pont helyi ott mm. lakik, ahol én, és egyfolytában visszakapja azt, hogy mindent megtesz az ügyfeleért, konkrétan kivonja a Nekük, és gyakorlatilag bunkoznak vele, nem tisztelik olyan dolgokat írnak neki, meg mondanak, hogy tényleg hanyat esel rajta. Úgyhogy szerintem ezt igenis nyugodtan be lehet tartani, hogy feltételek kötött dolgokat. Semmi gond nem fog vele történni. Ő nagyon jól tudja ezt. Nálunk például kupont vesznek, és ha a kupont időtart, nem használja fel, akkor túl, fizet, a használatért fizet egy díjat. Ennek így van lekommunikálva is. Semmi gond nincs. És jobban járt, mint hogyha az elveszett volna. Persze. Ja, hát de egyébként a márba is veszel egy kupont, és ott is, a lejár, akkor azt mondják, hogy csá. Igen, ott nem olyan lehetőség sincsen, Vagy hogy a legtöbb fizett ilyen egy kis helyen. összeget, és akkor így mövelted, tehát. No, Viktor? Hát igazából a Mit nyár az még föl? ez volt ilyen. Az augusztus az már light -tip volt, ott csak vágtam, kb. 024 be úgyhogy az. És, és nyaralni meg októbert terveztem. Majd jön a Covid, majd nem is sehova. Nem, belföld, szóval. Hát attól még nem biztos, hogy mi az van. Á, hozzá. biztos, hogy megyek oda. <laughs> az otthon van, hogy... Nem. És akkor tudod, utolsó pillanatban kiderül, hogy visszautalják a pénzért, mert nem tudnak fogadni, mert Covid van, és akkor veszel a pénzből egy jacuzzit a direkt úgy zerkére. Fog, úgy foglaltunk, hogy még ne kelljen Ugyan. fizetni, szóval... Tessék, hogyha? Hogy még ne kelljen fizetni, úgy foglaltunk. Ja, mert nem, kell előre fizetni. Ja, ja. Én bookingos vagy ez? Na, nem tudom már, mi, keresztül volt, de... Nehéz is most szerintem úgy értékesíteni, hogy biztosra mehet bárki is, tehát az érezés. Titkos egyébként a helyszín? Soprom soprom, Ja, yeah, ja. Yeah. Nem, ilyen hm. valami szállodában megyünk amúgy, ha? ilyen kikapcsolódás lesz. Hát ennél barnább akkor nem lesz, nem? nem. <gül> hát, <gül> hát nem. nem. <laughs> Juj de gonosz vagy. vagy. Igazából ennyi, már az augusztus végén érezhető volt egy ilyen kicsit lejtmenet aztán kíváncsi vagyok, mi lesz itt össze. Egyébként ez nagyon durva, annyira, annyira sokan panaszkodnak erre az augusztusra, most már nem tudom a... Ez fizeli... egyébként egy tendencia, tehát az augusztus az, az, eltűnik a mindenki az országból, de most pont ezek miatt, amiről beszéltünk az elején, én azt láttam, hogy itt most a fűsen nőtt, tehát mindenki elment. A más nem, akkor tényleg a szomszédok lakást cseréltek, és akkor kivettek egy hétfabét, tehát hogy, hogy minden, 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 meg a járdaszigetekre, meg akármi. Tehát, hogy szó szerint kiürült a, a, a város, ez nálunk mindenféle üzletben, forgalomban, tehát ez Akikkel beszélgettem, itt mindenki ezt konstatálta. Mondjuk a YouTube csatornán, meg érdekes, ott meg pont szeptemberben volt egy ilyen visszaesés is. Amikor mindenki visszament dolgozni, mindenki visszament iskolába, és így eltűntek az emberek. De a számok azok jók voltak egyébként nyáron? Nekem nagyon pörgött, mert ugye pont belenyúltam még április-májusban olyan témákban, amik pörögtek, és akkor szépen az így végig költőszámok nyáron. Hát most járunk 9000-nél, aztán majd 10-nél wow. valami ünnepi akármit. Hát van bulit csináljunk -e? ja. <gül> <gül> Úgyhogy, de, de, az a baj, hogy így, hogy most lejjebb ment szeptemberbe, így most kicsit csúszik ugye ez a 10 de most azt, ezt akarom megtolni kicsit jobban, ezt, ezt a YouTube van. csatornát, aztán meg ugye a, most, hogy így a csatorna kezelések kimentek, gondolkoztam, hogy mit lehetne a helyére, meg mi az, ami, amire akár igény is lenne, és az ilyen tanácsadás, ami, ami szerintem... Hogy jól ki a jöhet. fotózás? Nem erre, nem, nem erre. Ne, <laughs> ne, 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 a YouTube csatorna. Igen, tehát csalódom. É csalódom. ez, ez, ez szerintem is mert... szóként egy, ez egy jó vonal lehet, mert hogyha tényleg nem tudja megfizetni a cég, mert pedig nem tudja, saját maga pedig tudja, hogy bénél csinálja, fölvenni egy főállású kollégát szintén nem tud, akkor a más nem, akkor, akkor, ne adjunk neki halat a kezébe, hanem akkor tanítsuk meg a orgeszről. Igen, meg észre volt már nem egy olyan ismerősöm, aki így, ilyen távolabbi ismerős, és akkor beszélgettünk, és nyilván segítettem neki, és akkor azt látom mondjuk, hogy a Működik. De nem az, hogy működik, hanem ő megcsinálja magának, Aha. és akkor rám nincs szükség, és én így megadom a tippeket, meg a trükköket így telefonban, úgy kicsit többet is, mert ugye ismerős, és akkor szépen eltűnnek. De volt, volt ilyen, akivel meetingen is talán túl sokat mondtam, a cégnek, és akkor azóta se kerestek, de nem tudom, hogy meg tudom. Milyen kaptak lényegében. Igen, csak vigyázni kell, hogy mondjak is valamit, hogy lássák, hogy értek hozzá, de közben is mondjak el minden. Hát azt nehéz kiküszöbölni szerintem. A Silicon Valley van megvan, amikor gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen meetingnél gyakorlatilag elkezdik, elkezdik a, 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 kor fejlesztésnek a struktúriát fölrajzolni a táblára, mi oda megy a, a megfelelő ember is le, leállítja, de ők már minden telefonnal rögzítettek. Ja, hát, gyakorlatilag anya... és akkor megteremtették ezzel a saját konkurenciájukat egyébként. Ő annyi, hogy itt a tippeknél, amiket elmondok mondjuk egy meetingen, nem nagyon tudják azt tehát nem úgyse ugyanazt fogják megcsinálni, mint mi? én. Nem van, nem, nem, nem úgyse ugyanúgy fogják megcsinálni, mint, mint ahogy én. <gül> <gül> Igen. Szóval, jár ez a terv itt a YouTube csatornása esetén. hogy hát ha lehet egy ilyen lábat csinálni, hogyha már így a, a videózás mondjuk csökkent. Mm -hmm. Meg, ami még egy, egy tök pozitív dolog egyébként, hogy így egy-két évvel ezelőtt úgy éreztem, hogy így a jelenlegi fotók, amiket csinálok, így kezdek benne egy kiégni. Aztán ugye... Ilyen gyorsan. Érezted is, hogy akkor megyünk hát... tippeket? Ja. át kell menni az aktra, igen, de ez volt. <laughs> de nem, is, tar -tartottam, egy... <laughs> tartottam egy két év szünetet, amikor ugye ezeket a fotókat, amiket addig csináltam, nem csináltam, és most így kezd visszajönni a motiváció, hogy akkor újra Fotózgatni kéne. Nem drónnal, vagy fényképezőgéppel? Fényképezőgéppel, de úgy, tehát ezeket a kreatívabb fotókat. Uh -huh. Tehát Már nem, nem, nem munka szinten? Mostanában nagyon nem nézem, ugye a TFCD csoportot, és uh, hát egy-két fotós kivételével elképesztő, hogy anyagok kerülnek felfényelmet. Hát nekem mondom, jót tett ez a két év szünet, amikor nem kellett, meg nem is lőtt. Lehet, hogy azt kell, hogy a fotókat. csoportot két évre, hát, hogy adik fel. <laughs> De hát ezt magadban kell lerendezni ezt a két évet. De nekem mert... ha mondta egy poszt, ez kell, és lehet, hogy más. Egy változott. érdekesség gyorsan, Facebookon figyeltem az organikus eléréseimet, és nem mindegy, hogy egy héten hány posztot töltesz fel, megcsapja az eléréséret a Facebook. Hát mindenképpen változik azt, hogy most éppen mi alapján, az egy, az egy külön dolog, meg milyen Én minket, heti minket egy hozzuk? vagy heti kettő képet szoktam feltölteni, általában ilyen négy-öt napos csúsztatásokkal van, vagy hat napos csúsztatásokkal, és akkor nagyon engedi a posztot, mert azt írja, hogy régóta nem töltött fel Csapó képet, és hirtelen mindenki rákattint. Viszont hogyha azt hiszem két napon belül töltesz fel, vagy három napon belül töltesz fel, akkor ezt már nem írja ki, nem is dobja fel az embereknek, ergo már nem is van az elérésed, és ez tökéletesen látszik a számokon is. Feltöltöttem tegnap egy nagyon cuki ilyen kislányos sorozatot, ilyen egy kisgyereket fotóztam, és kezdjétek el, hogy eleve ugye, ami nagyon megy a Facebookon, azok a kiskutya, a kisbaba, Gyerek, tehát uh -huh. mindenképpen gyerekfotók, és ezek nagyon vidám, ilyen nagyon kis dinamikus fotók. Én azt gondoltam, hogy rekordot fog dönteni, a legkevesebb lájkot eddig ezt kapta, viszont tegnap előtt megtöltöttem fel képeket, tehát gyakorlatilag két három belül vagyok. Úgyhogy Hát ez ilyen. Facebook-al most köszönjük szépen. Igen, most én is a Youtube-on. Azt... Egy, egy, egy ilyen alkalomra azért nem egy ilyen mérget még, de egyébként mindenképpen van egy ilyen, egy ilyen limit, ami, ami megoldja ezt. Illetve hát a te a ismerőseidnek, illetve a követőidnek kiköldött képeknél, mert van, amikor már tovább öm, gördül. És hogyha már az elején nem hozza az, azt az impaktot, akkor nem is viszi tovább. Tudjátok, ez így van, hogy az első nem tudom hány percben kiosztja ötven 50 embernek. Ha jó a reakció, akkor utána kiosztja de reakció még volt rá, 150 volt pont meg. a poén. Nem az volt a baj. Hát, hogy máskor több volt, nem tudom. Mindegy, ezt majd... Hát, de én a Youtube-nál láttam ezt most, hogy mostanában más témákba is belekapok, és akkor ha van egy videód, ami nem annyira jól megy, akkor onnantól kezdve az elkövetkezendő egy-kettő videóddal a is se, úgy te. lesz, hogy -ha. ha jó van, akkor ezt se ajánljuk ki annyi embernek. A, nem Hello. Igen, szóval... De ez aztán megjön valami kategória. nagyon mainstream videó, és akkor azt meg Szóval. Az a baj, hogy ezek arra jöttem rá, hogy hiába kutatott, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, mindegyik algoritmus ilyen kiszámíthatatlan. Szóval Milyen a biztos. Youtube most is én hiába vágom, hogy mit kell csinálni, az, hogy jó legyen. Néha gondol egyet, és akkor csinál valamit. Ezt mondtam már valakinek, aki ilyen eljáratot meg marketingről beszéltünk, hogy, hogy hogy tudja esetleg szabadúszóknak kirakni, vagy vegyen föl a kollégát, és abban állapodtunk meg, hogy figyelj, egyetem biztos, ha valaki oda jön hozzád, és azt mondja, hogy ennyi pénzért, ez ő tudja a tutit, és mit föl, fölad egy hirdetést, és az jó lesz, akkor, az, akkor köszönöm meg a lehetőséget, és hagydott, a küld el, mert ez úgy néz ki a ját. valóságban, hogy több kreatívot gyártasz, több ö, próbálkozást az egyszerre, és amelyik jobban teljesít, azt akkor azokat legyenek. nyomod. És lehet, hogy ugyanezeket aztán később Örökölt két hét múlva, és egy másik fog jobban. Így van. Hát persze, ez, ezzel ne nem tudsz mit csinálni, ez ilyen. Most a YouTube videóknál is nem lehet mindegyik videót hm? olyan, ami elkapja az algoritmus vagy a nézők. Nem lehet mindegyik pálinka kóstolós. <gül> Akár. <gül> igen. Na, hát akkor szintem kanyarodhatunk rá. <laughs> Jó, én készülök egy szavazásra, mert igen, karunk legutóbb. Szavazásra? Hát még nyerelésre Hát kezdeljünk. osztoljunk. Igen, 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 mert ja. a, ugye, én nem vittem magammal a Hát végét. Na, ez a fő hát az Igen hogy mobiltelefonnal komolyan mondom. És fotósként. mobiltelefon, mert, az, mert az, az rólunk szól. Csinál képeket, nem töltöm fel sehova. Minek az... a telefont? Hát a te telefont <laughs> viszont nem is. rendelem meg. Most egyébként tényleg azt csináltuk, hogy, hogy elmentünk egy szállásra, és aztán a következőt meg ott foglaltuk le, és akkor azt tudjuk, merre menjünk. Kinézünk ott a térképen, itt maradunk-e még egy napot, tehát hogy most abszolút ilyen nomád életet éltünk, ilyen teljesen átcsaptunk hippiben. Mennyivel egyszerű lett volna mini sátrat? Ennyi. <sínt> és ott fekszel, ahol akarsz. Azért megmondom, hogy 40 akárhány évesen nekem vannak azért ilyen nagyon, nagyon ilyen úri ezért, alűrjeim, de én nem vagyok. a, nem a reggeli vécé <sínt> <sínt> az újsággal. Igen. igazság az, olasz csillagoktól is nagyon féltem eddig. Most ma nagyon rossz időben mentünk el nyaralni, abszolút utolsó utániba jött és ki, és most megtudtam többektől, aki tapasztaltabb az aktuális szezonokban, hogy ilyenkor mennek el az olaszok is nyaralni, ugye általában ugyanazokra a helyekre. Á. Most, most kifejezetten országban tele volt. nyaraltak. Aha, brutálisan tele volt, tehát a választék sem volt olyan, emiatt a, a árak sem olyanok voltak, mint amilyen azt az indulás előtt két héttel kinéztem mondjuk. De mindegy, így jártunk, viszont, viszont nagyon meglepett a minőség. Tehát, hogy ami három csillagos volt, az, az, az én azt mondtam volna rá még itt Magyarországon is, hogy inkább négy a, uh -huh. a ami, meg, ami, meg, több volt. Ez az... melyik város volt? Mindegyik van. Akár Ki ezt mond, mond, mond Fender, te mit tudom, micsoda, az is még azon a partszakaszon, akkor voltunk egy éjszakát Velencében, meg egy éjszakát Bibiónéban. Uh -huh és mind mindenhol várakozáson felül. velencébe például konkrétan ott, amit kifizettünk, ott egy, ott egy másik apartmant kaptunk, mondta a tulaj, nem mondta, hogy miért, de ez egy, ez egy másik kategória volt, ugyanaz az áron, valószínűleg ott valami történt, vagy már kiadta, vagy maradt valaki egy, egy, egy nappal tovább, a... túlhúzták a fotózást, de de az is de brutál volt. Milyenek voltak ott... egyébként a szolgáltatások? Én minden, minden, mindenhol maximálisan de, de meglepődtem. Árokban a kaják meg ilyenek azok, azokra készültem egyébként teljesen. Magyarországi árak... voltak, vagy hasonló, Magyarországi... Hasonló, ha? a, meg, meg figyelj, az is furi, hogy lemész ott egy partszakaszra, és meg vagy szokva Balatonon is, hogy gyakorlatilag, van de ott még szabastalant, vagy? Van, persze. Ah, Sihafok, mert van, 17 hát a km 16. A, a délinek jó. a többsége még szabad. Na mindegy, tehát, hogy be, leterítesz, úszol, hazamész, tehát hogy itt egy teljesen izé van, vagy a mi ami kifejezetten ilyen, 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 strandizét, meg a polisz, ott is, ha nem akarsz fizetni, nem fizetsz. Ha akarsz magadnak egy ilyen napernyős sztorit, akkor, akkor azt meg megoldod. Hát az ugyanígy volt, Baskán voltunk, ugye ott is úgy volt, hogy két ágy napernyővel, hát nem tudom, nem volt ott egyébként ilyen 70-80 kuna volt, nem tudom, tehát azért, hogy voltára. Hát egyébként ez a jó modell a 100, 100 szerintem, konat, most ha én 6 -6 le akarok menni a balfra, beleülni a homokba, mm. akkor miért ne tehetném meg? Hát egy esernyő ami 15 euró asszonyt, 15-as harminc hát ezért, között, attól de... függ, hogy hol, -hol van. Hát ugye. ott például Baskán ki volt írva, hogy te nem vihetsz le ilyeneket, tehát ilyen a pernyőt, meg széket nem vihetsz le. Jó, jó azt az 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 te érted, Hát vagy a magyar, ne? Hát voltak egyébként, akik oda most az más kérdés, hogy ez mennyire volt szabályos, vagy nem, de általában vannak ilyen ellenőrök, akik járnak ki és körbenéznek. Az megint más kérdés, hogy például beszéltünk, közétek, -e, magyarul beszéltek ott a pincérek, nagyon sokkal találkoztunk. Wow. És azt mondta a pincér, hogy ide nyaralni jönnek az emberek. A rendőrt egy darabot nem láttunk, az egész szigeten nem volt rendőr, esküszöm. Krik szigetről van szó, sehol nem láttunk egy darabot, sem még rendőr autót sem láttunk, konkrétan. És azt mondta a pincér, hogy mert mondtam neki, hogy autó vagyok, nem akarok inni. És mondta a pincér, hogy nyugodtan, így, -e, itt nincsenek rendőrök itt azért nincsenek rendőrök. Ezt kivágjuk ezt a Miért? Ez nem Magyarország. Azt mondták, hogy ide nyaralni jönnek az emberek, nem, költeni jönnek, nem azért, hogy fizessenek a rendőröknek, meg hogy börtönbe kerüljenek. Most nyilván a okozó az nyilván problémák, biztos kihívják a rendőröket valahonnan, de egyébként csak, alapvetően csak fél nem nap, mire, mire Kijön. Mert én, én, azért ezt, én egy 30 eurós izé parkolás, mert ugye kivarakva ezek a sztorik. És, a Mi tegnap a belvárosban. Na, az nagyon jó. És ki van, hogy egy, óra, egy óránál belül visszamentünk, csak hát nekem nincs ilyen vizély, mert majd valaki megkérdezi, akkor majd nem tudom, lefotoztam a kocsit ekkor, egy, egy, óra, egy perckor, de hát ugyaniket hát volna, hogy egy szertire csak nem volt nálunk se szertli, se izé, semmi izé, se, ilyesmi, ki kéne, kéne rakni a izében, hogy akkor mikor hagytad ott az autód. Wow. De akkor tényleg ah. megbüntettek, mert mi meg ah. autópályát nem vettünk a Zolai szakaszon, úgyhogy minket meg azért büntettek meg a magyar közútkezelő. 11... Az, hogy néz ki egyébként? 16-17 ezer font. Utána hiába az aznap, vagy? Teljesen minden. Ah. A... Azóta Baj. durva, hogy nekem van, ugye megyem, atticeim vannak évesek, és uh, a páronak az autója, mert nekünk letenjénk, ugye van egy-egy és mi szoktunk oda járni, de a párnak az autójával, és arra van. Hmm. Csak nem a mentünk És ugye mindenki elfelejtette, úgyhogy átmentünk a határon, meg is kaptuk a büntetést és, és azzal a kocsival mentünk, amivel terveztük ugye? egyébként. <laughs> Mert ugye úgy nézett ki, hogy utolsó pillanatban az elvittem a szerelőt, mégis csak ki fogunk melemenni, menni, mit tudom, én 1500-2000 km, ki tudja mennyi. Nézzük már át, kiderült, hogy baromi régen nem volt olajcsere, nézzük, nyomunk is, stb. Hazahozom a kocsit, elindulok vele, és az első dombon itt nem ment tovább. Valami gond lehet a a pont, pont a szervizben van. Nem gondolkodtál, hogy felgyújtott a helyszínen? nem voltam annyira ideges egyébként. Nem. Valami, nem tudom, mi szállt meg. Üh, mindegy, haza megyünk, majd megyünk a másik kocsival, azt a is jöri, jöri, úgy voltál vele. Hogy... Hát mindegy, többet teszik autópályán, mert benzines, meg mit tudom ha. én, de hát akkor most ez van. Bepréseljük magunkat. Igen, csak az, ami nem volt gumi, és mi ugye, 20 éken ingultunk a, a, augusztus 20 egy ilyen ütött kapott téli gumi, mert ugye párom csak itt a kerületben jár, vagy éppen egy pár utca alarép, ha anyataxizik a, a kölykökkel, és hát üh, azt a stresszt egyébként, hogy akkor nézzünk autót, ugye az aznapi szállás már ugye megvolt, uh, jó lenne azért kiírni és átvenni, uh, de bérelni nem tudtunk, a 20-án délután, mit tudom én, egy óra környékén meg találja egy gumisat, meg egyértől a gumit is, de végül összehoztuk, és aztán csak, csak elmentünk az volt volt. De bastos, azt, is azt, most mondom egyébként, hogy nem tudom, augusztus közepe vége felé, ha valaki Trieszbe tervez utazni, azt tudjon róla, hogy a, konkrétan a városban nem tudsz megállni. Kettő órát úgy keringtünk, nem tudtam elmenni a szállás, megnézem végre ezért a navigációt, hogy hol az Istenben van a cím, menni kell. Hogy, hogy két óráig tartott, mire valahol meg tudtam elni, egy, egyébként egy, egy, egy tiltott helyen jött, jött is a rendőr egybe de brutális. Két órán keresztül kerintünk, és csak, csak az út, tehát majd a piros lámpán jön a következő éjszem, nem tudtál egy semmit. Tehát ami, ami, hely volt, ott, ott már három izé, robogó volt beállítva, tehát brutális. Full, full, house. Tehát amikor nem is tudom elképzelni, amikor a West End-be tesz, a köröket, meg már ki van írva ötször, hogy, szőn, hogy ez full house, meg mit tudom én, és ez két órán keresztül brutális volt. nem Na, Amúgy egyébként jól sikerült. De a telefont, hogy amiről <laughs> beszéltünk, meg szóba hoztam. Én volt már a nyaralásra elvittem a, a fényképezőgépet, Tényleg, és túl, hogy elhagyod egyébként? nekem Nem, nem azért, hanem nekem akkor volt egy ilyen lövésem, hogy nálam van a gép, meg olyan helyre megyünk, nekem kötelező fotózni, és rá is nem volt egy kis bélyeget, mert akkor én majd holnap reggel fölkelek hajnalban, és akkor és napközben is azon járt az eszem, hogy majd ide vissza fogok jönni fotózni. Tehát én ezt kifejezetten tudatosan Aha. nem akartam, hanem ez most nem rólam szól, meg a fotózásról, hanem a családról is, hogy legyek ott, élvezzem ki, és hogy még gondolatban sem legyek ott fotósként. Egyébként ez érdekes, mert én polyam, vittem a gépemet magammal, ugye, Baskára. Használtad? Műcsoda. Ja. Hát Jó. Kizavartam az asszonyt a tengerbe, hogy most Mennyi itt fotózunk, van. tehát itt nincsen. Hát volt is bele egy nagy egyébként. Na, no, Tengerparton, <coughs> mindenki előtt ott kiabált velem, de igaza volt egyébként. Ugye Baskán hegyek hát a között a van, Bölgyben, és vettem, hát ott hogy... hamarabb megy le a nap és utolsó pillanatban értünk ki, és ő nagyon szereti az ilyen kalap, napszemüveg, olyan ruha, amilyen ávonul el akarja teljesen, és hát én nyilván olyan képeket szerettem volna készíteni a gyönyörű türkiszkék tengerben, hogy ilyen bikin is ilyen, ilyen, gyönyörű képeket akartam volna csinálni, erre jön nekem, hogy ilyen kis, nem tudom, ez a kis strandruha, meg nagy kalap, meg hatalmas szemeket, nem ez ott a fejből semmi se. és akkor néztem rá, hogy vedd már le, le vedd már le, és nem, nem akartam, teljesen kiborultam rajta. És akkor csináltam egy-két képet, de tudod, amikor eltervezel valamit, és közel nincs annak, amit leszeretnél yeah. fotózni, és főleg úgy, hogy egész nyáron hagytak kreatívkodni a hölgyek, akik jöttek hozzánk, és akkor pont a párom nem hagy, uh -huh. hogy úgy negatívan éltem meg, és uh, el is mentek tőle, de azért a gépet vittem magammal, hát ugye azért egy-két <laughs> olyan képet lőttem éjjel a e, tengerparton, hogy félelmetes. Tehát azért ez a baska, ezért látványvilágban szerintem uh, lehet, hogy északi részen van, de ez nem az egyik legszebb uh, um, nyaróhely, biztos vagyok. Uh -huh. No, de hát én se a... tudnék elmenni úgy nyaralásra, főleg külföldre, hogy ne vigyem a gépet. Ne, próbáld ki, tök jó, felszabaduló érzés. Nem, én. mert idegesítő érzés, lenne, lenne hogy állok valami épületen, és hogy hó, de jó lenne lefotózni. Hát Ittélben. ott az iPhone-a neked van profi fényképezőgépet. Amit hát, ez... de, tessék, <laughs> de ugyanez van, amikor, mit tudom, elmegyek a boltba egy nyári naplementébe. És, és akkor így... nem, nem azt tudom. <laughs> megyek hazafele, és akkor és látom, nem hogy... is lesz. látom, hogy milyen szép a naplement, és ah, de jó, hogy nem hoztam gépen. És ezek az alkalmak szoktak úgy lenni, hogy nem viszek gépet. Tehát vagy... kérdezni, milyen gép a legjobb, az, ami éppen nálad van. Igen, hogy az egy telefon, akkor... Nem, egyébként én például ugye ezért tartottam annak idén a Panasonicot, hogy amikor megyünk nyaralni, akkor egy extra uh -huh. pici gépet Gondoltam, azt a kis szart elviszem, de ugyanez a feeling, tehát minden milyen gép van nálam. Uh -huh. Az a lényeg, hogy akkor már beletervezem. Uh -huh. Hát nekem, nekem is lesznek, nem volt, de... Nekem is lesznek elvárásaim, akkor basztus, hogy már kötelező itt vagyunk, akkor gyerünk, család, akkor is, ha nem akarod, meg most már még nem aludtál 14 órája, akkor is most kimész, a van, de ezek ilyen stresszek nem voltak. De például azt tudod, milyen jó volt, amikor meg volt még az S6-os tabletem, és ugye ezt vittem baskára magammal, felraktam a képeket, Aztán, amikor megérkeztünk voltam. a tengerpartól, és azon megszerkeztettem, és kurva jó, jó lett. Ez úgy, oké. Okay. Okay. jó volt. No, Roland, folytasd, kérlek. Na, no, viszont azért nagyon sok változást lesz Nálunk az is lehet, hogy, hogy nem lesz jövőben stúdió, ez majd azért nagyon sok minden. Ne, hogy nem lesz, ne legyen negatív. Ne, nem, most komolyan, tehát hogyha eddig is az érezgett a, a léc. Megmondom őszintén, hogy ez a fajta stúdiózás, főleg ebben a kategóriában, ami vagyunk, ez meg ilyen trehány marketinggel, amiről beszéltünk, de ezt, ezt meg is kaptam a fejmosás magamtól is, meg ugye nézzük, ha nem tudják, de van egy, van egy, erre az évadra, folytatjuk ugye a szakértés sorozatunkat. Egy elég kemény adás. Igen, 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 Utána még igen, jó, egész, száraz egész, lesz. Egész estig szedtem a izé infók után, meg, maga az én magamba szégyeltem magamat. De hogy ilyen, ilyen, ilyen tényleg azért ez re rezgette a létsz. Most vagy nagyon változni kell, és most pont a legnehezebb időszakban kéne akkor valami. Az előtt adott a kísérőadást a marketingről, mit kell csinálni. Igen, valami. oké, persze, tudom, azért mondom, hogy letenni valami csodát az asztalra, vagy, vagy, vagy lehet, hogy ennek teljesen függetlenül azért majd meg lesz majd a... a Figyelj, szerintem neked jó lehetőségeid vannak, az, hogy ezeket hogyan használod ki, az már nyilván rajtad múlik. Tehát igazából szerintem itt minden azon fog múlni, hogy te ezt mennyire veszed komolyan, mennyire akarod megmenteni. Ha te úgy állsz hozzá, hogy pozitívan, és látod benne a lehetőséget, mert egy lehetőség az van sok, akkor szerintem ez működőképes, akármeddig. Ha te belefáradtál, és motiválatlan vagy, akkor pedig mert van egy róla, Jó, figyele, amit le kell minden, húzni. Minden, minden, mindenképpen az a a közén, hogy egy jóval jóval A Mi úgy felénk gyakorlatilag 995 95 ban hobbi, és családi fotósokból állnak. Ez megváltoztatni. Ami... Oké, okay, rendben, értem. Feladat van, majd meglátjuk, hogy, tudjuk lecsapni. De pont ezen, pont ezen fölbuzdulva egyébként én tettem lépéseket, úgy néz ki, hogy, hogy van egy franchise ö, ö, lehetőségünk is. Van egy régi van ügyfelem, egy nagyon jó barátom, és neki meg van egy olyan belvárosi ö, rendezvényhelyszín, ami valamire nem megy jól, és ott lehet, hogy itt egy kis fúziót csinálunk, megnézzük, hogy lehet, hogy, hogy, hogy biztos. Hát biztos. Na, azt mondom. nem tudom, a lehet itt az van, hogy egyelőre ugye úgy állapodtunk meg, hogy senkinek se fájjon ez a, a, a csak a legminimálisabb mértékben, és lesz egy ilyen próba időszak. Hogyha ez megmarad, akkor, akkor, akkor ez jó, mert nekem, nekik ott rezsében úgyis ki van fűtve a, a villanyszámla része, ez, ez, a vakuknak azért annyira nem termel valami extrát, ott lemondunk a, a nyeresség egy részéről, viszont cserébe akkor tud tovább működni, az egy jó dolog. Ha mind a kettő tud egyszerre működni, majd 2023 on nagyon örülünk, ha csak az egyik helyszín, akkor csak az egyik helyszín, ezt majd meglátjuk. De túl néz ki, hogy akkor most már, most már borítékonható, hogy mindenki belekezünk rajta ö, dolgozni, lesz majd idén ennek egy ilyen felvezető szakasza, meg lesznek ott, ö, 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 még próbálkozunk <laughs> <laughs> oktatással, meg workshoppal, futtatni majd az új helyet is, ö, aztán majd meglátjuk, hogy hogy, hogy, sikerül. Szerintem, hogy ja, majd ez egy... mindenképpen kell erről, hogy adást <laughs> csinálunk hogy ezt a elmenjünk, és ott, ott tartunk akkor. Egy Jó, ziz... meg van beszélve. Egy live-ot. Amúgy most én is én is ilyen pessimisten látom a jövőt kivételesen, de pont ez. Aj, akkor pont, pont ez ne, <laughs> Viktor volt az egyetlen. Nem pont ez motivál, optimista. hogy mindenképpen meg kell tolni, hogy ne legyen a szar. Igen, egyébként most nem magadba kell fordulni, hanem meg kell próbálni a lehetőséget megkeresni. Mindenképpen ezzel már túl vagyok. Azt, azt már tudtuk szerintem a, COVID alatt, és mindenképpen előre nézek. Vagy folytatódott Igen, nem, én azért vagyok pozitív, mert azt is, oké, most ekkor egyre kevesebb stúdió lesz a világban, de szerintem mindenki túl fog élni, én is túl fogom élni, csináljunk valami Tehát, hogy, ha, ha nem megy, akkor erőltetni, és csak azért mondjuk egy, nem tudom, mondjuk egy négy évi mínuszban lenni, hogy aztán legyen valami, nem tudom. Tehát én azt mondom, hogy ha, ha ez a döntés, vagy ez a döntés, valami felé majd de a akkor valami mást keresünk. Tehát én azért vagyok, én ezt úgy vagyok pessimista, hogy közben nem jött vagyok optimista, értitek? <sínt> <sínt> ami nálad egyébként egy probléma, hogy mm, nagyon, tehát én akkor már másképp másképpen fogalmazok. <sínt> uh, ugye mondtad, hogy nált hobbisták vannak főleg, mm. és uh, azért a profik uh, ha olyan árazást kapnak, ami neki könnyen kifizethető, és érdekelté teszed őket abban, hogy ide akarjanak járni egy jó árazással, akkor ö, ő ide fogja hozni a munkáinak egy jó részét. Ö, ha... Pont, az árakban látom a jövőt, ezt majd megbeszéljük. Mm, jó. Ha én azt mondom, hogy most, most lemenni, meg ah, tényleg mi árak vannak, basszus. Elmész a gyerekkel fagyizni. Komolyan. A pénzbevétel a nullánál mindenképpen több. Hát nem biztos, mert hobba abba kell hagyni. Tehát én azt mondom, hogy sok mindent kell erőltetni. Vannak minden. a hobbistáid, mm -hmm. akik neked mindig jelentenek egy fixet, és valamilyen módon megpróbált be bevonzani ide. Ezt pluszként... más, tehát azt mondom, hogy van, van kapacitásod még, akkor ott igen. bármi, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy egy nálunk egy ilyen faramúci helyzet van, hogy mi ugye itt is élünk. Tehát, hogy Jó, uh, igen. igen. annak is van egy, de nincs alkalmazott, mindent te csinálsz. És azért hétfőtől vasárnapig, most már hat éve, hét éve, uh, vannak ilyen időszakok, amikor azt mondod, hogy, hogy akkor kicsit a mentális azért, higiéniára is kell gondolni. Az biztos. Ja, ja. De mindezeket meg kell nekünk is lépni. Tehát eddig is hülyeség volt, hogy, hogy nem voltok fix szüneteink, ezeket majd be kell, be építeni, és akkor tudatosan akkor... ki kell venni azt a napot, ami nem olyan forgalma. Igen, igen, igen. Vagy, hetet, vagy mit tudom én. Tehát erre most sokkal tudatosabbak leszünk. Tehát ezért mondom, hogy minden, ilyen válságos helyzet azért egyben egy, lehetőség is, a másom akkor egy, egy önismeretre, meg egy, ilyen, újragondolásra. Mm. Jó, mindegy. E munkák? Emiatt, lesznek majd egyébként eszközbeszerzések is. Alapvetően változott az igény. Most már, mi nálunk, ugye szinte kizárólag csak a vakuink vannak a stúdióban, és ugye innen a YouTube stúdióból tudunk fölvinni állandó fényülámpákat, hogyha, hogyha az kell valakinek felárér. Lehet, hogy az új helyen már ezen, ezen változtatni fogunk, de ez még mindig most van ugye a matekolóban. Most már azért ott a, a, az idei, meg a jövő évi is kell gondolni, hogy akkor ennek az üzemeltetés az lehetőleg a legtakarékosabb legyen. nem mindegy, tehát, hogy ezek, ezek vannak. Például az eszközöket is cseréltem, tehát én dobtam be az asztali figot, ez egy, az egy brutál 700 os történet volt, nagy videókártya, amit tudom én. Ezzel a valami most itt van az asztalon. Nagyjából egy ilyen 20%-kal csökkentett teljesítményen tudja ugyanazt jóval kevesebb fogyasztás mellett, tehát most már ilyenbe is kell azért gondolkozni, de, de a munkák tekintetében, meg amit én majd idén látok, az, az is jóval több szerepet fog kapni majd a hangstúdió, meg YouTube stúdió. Én szeretnék egy olyan csatornát elindítani itt, ami oktatási jelleggel, itt alapszintű videóvágásokra, képszerkesztésekre, jénekre fog majd ráfókuszálni. Nagyon kevés magyar tartalmat látni, főleg ebben a témában, mondjuk a hanggal kapcsolatban. Erre mindenképpen rá akarok menni, mert szerintem nagyon sok olyan, olyan előnyt ö, ö, engednek el a, 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 akár a vagy, vagy, vagy bárki, amit, amit a ingyenes programokkal nagyon egyszerűen lehet orvosolni. Ezeket mindenképpen be akarom vezetni. Ö, lehet, hogy lesznek majd külön interjú sorozatok itt ebben a témában, ugye erről beszéltünk. Mm -hmm. ö, és hogy ebben látom ezt, a, ezt az évet, most egy picit ráfekszünk a marketingre is, és akkor meglátjuk, hogy ilyen környezetben mire lehet, mire lehet, mire hát... lehet majd jutni. Egyébként ezt meg jól látod, mert én is azt látom a youtube on hogy az ilyen értelmes oktató témákban nagy, nagyon-nagyon-nagyon kevés van. Hát jól mennek, abszolút jól mennek. Hang, mennek hang, Hangban én kiakadok. Tehát nagyon sok helyen ezen elvérzik a sztori, és nagyon nem tudja utólag is lehet. Tehát ha nem akar vele foglalkozni valaki, keressen meg, hogy a hangot, meg neki javítani tényleg az egész produkciós képes bagópénzért, és akkor legalább már a visszhangot, meg egyéb ilyen apróságokat ki lehet felejteni hmm. a sztoriból. Tehát nagyon sok mindent lehet tenni, képzeljétek el, mondjuk mint, mint egy ró uh, fotónál. ha megvan, mondjuk az eredeti anyag nem a YouTube-os tömörített lopik akkor nagyon hát sok lehetőség van a hangban is. Na mindegy. Tehát, hát az... ez még egy olyan szegmeny szerintem, ami még most nem fizet olyan jól, tehát így a, ha oktató videókat raksz a YouTube-ra uh -huh. magyarul, az még most nem egy olyan jó dolog, mint így anyagilag. Tehát én is azt látom a saját csatornámon, hogy szinte semmit pénzt nem hoz. Ez egy szomorú dolog, mert belefektetsz annyit, mint egy mint egy külföldi youtuber, és gyakorlatilag a youtube ban nem fogsz tudni kivenni pénzt. Tehát gyakorlatilag hát az, a, az aprón kívül. Hmm. Hát jó, oké, de erről is beszéltünk. Tehát igen, ez, igen. De ez egy nagyon, nagyon hosszú út, és amire ebből... Hát ez hát kérdés, hogy egy, egy fizetésnél ki tudsz venni, hogy az, az most mennyi egy fizetésnél, meg mondjuk három év múlva az, <coughs> az a ja, De pont ezért meg könnyű betörni, mivel. Nem csinálják sok... azt mondod? Nem Nem csinálják sokan. Hát figyelj, az, az a helyzet, hogy én, én, én azt most látom, hogy a, az edukáció egy nagyon fontos ö, m, lépés volt, és ugye mivel az iskolai képzésben lehetetlen ezeket a, a lépéseket tartani, nagyon sokan a YouTube, illetve az egyéni ö, online oktatás felé mentek el, főleg ugye a Covid óta. De hát ennek most mindenképpen lesz egy, lesz egy ö, kis lejtmenete. Vagy az, hogy jobban meggondolja az ember kettő, meg ugye, hát ő is a tud elhelyezkedni amúgy, se, akkor most még kölcsön... Ö, ö, egy olyan dologra, ami még eddig sem volt biztos, aztán most meg még kevésbé, vagy akár ne, hogy hát. isten a hobbiára, akkor itt, itt megint ezt újra, újra kell gondolni. Én mindenképpen a, a cégekben bízom. Én azt akartam még itt elmondani ilyen záró sztorinak, hogy oké, okay, hogy én arra számítok, hogy mondjuk a, a hobbi célú fotózásból kevesebb lesz, illetve illetve, a családi fotózás is mindenképpen egy kis ö, 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 átalakíláson fog, fog azért átmenni. Viszont a cégeknek, amiről beszéltünk az előbb, hogy ha valaki most csappantaná meg a, a, a marketing csapot, akkor abból, abból szerintem politikolható lesz. problémák lesznek így van. Viszont az, hogy a jelenlegi helyzetben a fönnmaradó cégek milyen arányban tudnak majd majd 2023-ban is működni, nekik ö, ö, őket kiszolgálni, milyen ö, apparátus fog majd kell lenni, mert ha mondjuk csak a 10%-uk maradt meg. De mondjuk, ha nem is ennyire durva a történet, tehát hogy, hogy ez mennyi, lesz, azt még nem tudom, hogy ki az, aki ebből ha át is alakítja a kommunikációját. És a 15%-ból esetleg a 30% felé akar elmenni a cégeket kiszolgálni, hogy neki mennyi marad ebből a szegmensből, ez egy jó kérdés. De én azt mondom, hogy ha valami biztosnak látszik, az az, hogy ide mindenképpen kell lenni fog a minőségi őszinte és hiteles tartalom. És ezeket ugye, meg, kell, ezeket ugye valamilyen felületen meg kell osztani, mindenképpen valamilyen online. Ehhez pedig elleni fog majd a, az online marketing is. Tehát ez a szegmens biztos, hogy sarokkő lesz majd jövőre. Azt, hogy mennyi cégnek lesz majd lehetőség élni vele, azt nem tudom, illetve hogy emiatt milyen piac lesz az, ahol, ahol, itt akár freelancerként érvényesülni lehet. Pass. Egyébként én is ezt látom, hogy sőt az, hogy lesz az a szegmens, aki megmarad, ez a profi, aki tényleg ért ahhoz, amit csinál, ért a fotózáshoz, marketing, már, meg, meglévő szerződései vannak, esetleg javarészben külföldre dolgozik, tehát hogy itt azért egy olyan, olyan megerősödött sztori van, amit nem nagyon fog esetleg ebből érezni. a az szerintem, az szerintem... azok, akiknek fix szerződésük van, azok nagyon specializáltak bizonyos munkákra, és hát. lehet, hogy azokat érinteni fogja valamilyen szinten. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy a profik fent az is gász, ilyen szinten. Hát, hát jelentés, akkor, hogy úgy értem, hogy aki, aki jó, az fent fog maradni. Nem biztos, elmondom, hogy sok olyan van, aki ama... viszont, viszont az ingyenes is szerintem fel fog menni. Szerintem, Tehát az, az ingyen fotósok, ingyen marketingesek, Olt ezek is biztos. látom. Szerintem az eltűni. Az ingyen nem fog eltűnni. Szerintem e... az erősödni fog így. De miért? Hát, hát mert, mert amikor te vagy azon, egy kis... azon aztán vesz, hogy kifizesd a dolgaidat, meg mondjuk... Ezt a... beszéltünk mi telefonon, nem emlékszem te család, Családból e... már csak egy, 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 egy fizető marad meg, akkor nem lesz neked erre idő. Hát de vagy, vagy egy kis cég vagy, egy kis Kft, én, van 10-20 Az ingyen, mint olyan szerintem eltűnik. De most a, van egy kis kft és úgy vagy vele, hogy akkor a marketinget, azt ingyen csinálja már meg valaki. Miről és biztos lesz ezt? olyan ember, aki, hát, mit tudom It itt mérőzzük egy, mérőzzük, egy, itt van, egy fotózás, le kéne fotózni a termékeket, és akkor keresel valakit, aki ingyen elvállalja, mert szeret fotózni. Okay, Na, értem. ez biztos, hogy menni fog. Természetesen nem fognak lefotózni ingyen, ebben majdnem biztos vagyok. De, de, de biztos, ez egy hülye, aki aki okay, de hogy lefotózza ingyen? Várjátok, Az, aki lefotózza ingyen, annak a, annak a munkájával, az a cég főn fog maradni? Én azt mondom, hogy persze, biztos lesz ilyen. De ő, hát, őt, ahogy mondtam, Őszintén 10-ből 9, és... 9 nem. Így van. Tehát, hogy aki ígyet aki választ, választ, mert ha nem lesz más lehetőség, már pedig nem lesz, akkor az ingyent fogja ő is kérni, és lesz olyan fotós, aki ingyen lefotózza neki. Megtalálják egymást, számításuk a jövőben nem lesz. Aki ingyen megcsinálta a fotót, ebből nem fog tudni tovább lépni. Aki a cégnél ezt az utat választotta, és nem, 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 nem tud minőségben megjelenni bizonyos platformokon, mm -hmm. akkor ő hátrébb kerül, és azonnal vége lesz szerintem. Tehát ők nagyon hamar el fognak opni. Tehát ezekkel nem is számolok. Ennyi, ezért mondom, hogy ilyen, ja, ja, lesz, hát, ja, lesz, de ők nekik szerintem egy ilyen helyzetben, ahol, ahol brutális túlélési játszma fog folyni, ott, ott, ilyen hibákat nem lehet ejteni, szerintem. Hát mi az beszéltük a telefonon, ugye, hogyha ö, megnézzük azt, hogy eddig mennyien tfc mennyire mennyien vállaltak ingyen fotózást, úgyhogy egyébként tudnak fotózni, és most megemelkednek a költségeik, akkor jó esélye ezek a személyek, akik már tudnak, és érzik azt, hogy a lábuk azok alatt meg... nem stabil a talaj, azok valószínűleg fognak értek érni pénzt. Tehát azt mondom, hogy a tércidézőknek egy része el fog tenni. Hát egy 10. forint a stúdiót kifizetni most, e... vagy egy ezer, majd Igen, nem biztos ott, azt fogják mondani, hogy én befizetem ezt, mondták, ezt. Igen, igen, igen Ez egyik része. Hát, a másik igen. része az az, hogy szerintem azok a profik bajban lehetnek, akik eddig, ugye Jancsó volt a vendégünk egyik adásunkban, és ő elmondta, hogy őt ez nem fog érinteni. Szerintem a Elhazott fotósok... A, nem a válságról beszéltünk, hanem a fotószakma haláláról. Az a más. fotószakma halálát most most elő lehet egy kicsit vetíteni, mert azért azt tudni kell, hogy ha az alsó szegmensben élő fotósokat érinti, a felsőben is lévőket is fog érinteni. Elmondom, hogy miért. Ugyanis, hogyha azt nézzük, azt az oldalát, hogy eddig, akik fotóztak mondjuk családi fotózásokat, és most mondjuk a családoknak a, ugye volt egy 100%-nyi mennyiség, amit eddig kértek, most abból lesz 60%, tehát a 40% eltűnik a piacról, akkor az a 60% fog osztózni azon a meglévő mennyiségű fotóson. Igen, ám, csak hogy eddig a profik elvitték a nagy mennyiséget, mert nyilván akinek van bejáratott, bejáratott ügy, azoknak volt mondjuk egy karácsonyi fotózás alkalmában 60-80-100 fotózások, vagy akár ennél is több. Egy amatőrnek mondjuk volt eddig 10-12, vagy annyi sem. És nézd meg azt, hogy majd el fognak vinni, mert az árazás most nagyban bele fog szólni majd a dolgokban. Nem az lesz, mint eddig volt, hogy én profihoz akarok menni, hanem az lesz, hogy hú, hát nekem a rezsiszámlám az megemelkedett 30 ezerről 100 ezerre. Én nem tudok kifizetni 100 ezer fontot, millió, eddig. Millió gazdasági Így akkor szerep, hidd el van. nekem, hogy majd az lesz, hogy azok, akik eddig elmentek a profihoz és kifizették a százet, az most azt mondja, hogy inkább csak negyvenet fizettek ki ennek, mert ez is nagyon jó. És itt fog majd uh -huh. borulni a rendszer, hiszen ebből sok lesz. Figyel, ak akinek tudása van, és csinálja még tovább, annak mindenképpen ez egy, ez egy érték. Uh, akinek meglévő, jó fizető ügyfélköre van, uh, esetleg már bejáratott uh, uh, céges ügyfelei, neki is valószínűleg kevesebb lesz a, a problémája. Na De én azt mondom, hogy itt azért most álljunk meg. Én, én ezt egy sokkal nagyobb uh, lélegzetvételadásnak tartom, jó. és azt mondom, hogy hívjunk hozzá valakit, uh, akivel ezt ki tudjuk fejteni. Jó, jó aki, aki gazdaságilag mikrovállalkozó, esetleg tanácsadásra foglalkozik, egy picit jobb van, nem kell elmennünk mondjuk egy volt jegybank elnökig. Miért? De, hogy jó, de nézzük, nézzük meg, én ezt akkor a feladatot. Én már, el, én, már, elkezdtem, igen. <laughs> aztán meglátjuk, hogy, hogy, hogy kihezum jutunk el. Visszatérve még senki nem említette mondjuk a, a, a podcastet. azért itt is jó sok változás történt. Gábor, nem tudtunk, a műsorból. Nem, nem nagyon tudtunk kilépni ebből a, a körben. Úgy szerettem volna mondjuk egy olyan évadot elkezdeni, hogy, hogy mert tényleg itt a a növekső, így van, és a. akkor a ennyit de már most felvettünk ugye két adást, azt itt le lehet spoilerezni, amíg szerintem. Az tök jó volt Az egy egyik meglepően pozitív lesz, bár... Mind a, a kettő, mind a kettő. És 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 ott, az egyik versenyelt, beszéd, jó, igen. A, 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 másik, a másik meg kemény lesz. Hát igen. Ez a legjobb szó, de az kemény. De viszont nagyon hasznos. Szóval, abszolút. Úgy egy pár szóval akkor így előrevetítsük a harmadik évadot. Spoilerezünk? igen, mindenképp. Elkezdtük ugye a második évad. Most végében. már lehet spoilerezni, mert már felvettük. Igen, Jó, igen én, most már Arról lehet, ami már fel van. Már Hogy másod... Miért nem, nem volt a másolatom, másolatom, ugye a múlt héten? <laughs> Igen. Tehát, hogy folytatjuk a, folytatjuk a harmadik évadban is a szakértő sorozatot, illetve lesznek a lazább témájú a vendéges adásaink a is, is. Szintén tartalmúgyáltóval, tehát egészen konkrétan most nevek nélkül egy humorista volt a, vendégünk, illetve egy, illetve egy marketing ügydökségnek a vezetője. Hát és nem is akárki konkrétan. Igen, 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 igen. Ezt, ezeket a témákat Á, jól folytatjuk. lesz. Ja, ja. Szóval, minden, lesz. Mindenki készül föl majd, hogy egy egyedlet el ezt a már ketinges adást, azt meg többször szerintem vissza fogják hallgatni én is. És év végéig meg lesz az ezer feliratkozó szerintem. Ezek után. Ja, ja. Hát hóna, bizony, bár, is bár, jó. bár négy hónap van addig, de most azért az havi száz, szóval nem jön, egy olyan nagy... Jövünk vissza, ez a szezon azért itt, Így, így van. Itt, én bízom benne, hogy ez jó amikor eddig beszéltünk, azért ezt az év végét meg fogja tolni. Ö, meg hát ilyenkor többen ö, autóznak, utaznak. Vagy nem sokára lesz egy olyan felvételünk, hogy a Roland beöltözik Mikulásnak, és akkor így a karácsonyi dekorációba lefotózzuk. Meg kell várni, amíg még, még az a ja. karácsony. Az ja. hamar megy, nyár hamar. alatt meg lehet. Ezt csak mondom. Most, <laughs> majdnem összejött most augusztusban, igen. festékek <laughs> <Zománc> festéke, <laughs> megoldjuk. Sivány. Na jó, hát Na. A, a, a sok változás, úgy látszik, hogy továbbra is az életünk része lesz, a, de egyelőre kitartunk mi, pró próbáljuk magunkban meg bennetek tartani a több-kevesebb sikerrel. Igyekszünk az eddigi kommentekre is figyelni. Nem tudom, mennyire lett pozitív ez a rész, de a már fölvett két adás azok nagyon jók, tehát az, addig legalább még tartsa. De a majd is nem mondják a véleményeket a hallgatók. kicsit elmentünk jel. a jövőbe ebbe az adásba, de... Hát, hát most nem lehet nem elmenni, mert... Nem, ezt akartam mondani, hogy ezért mindenképpen ennek a, ennek a része. Hiszen ami eddig történt <laughs> most a nyáron, az gyakorlatilag a jövőbeni változásról szól. Az Hát igen. Jó, jó. jó. Hát mindenkinek fel a fejjel, kitartás, eltársak, és hát bízunk a legjobbakban. <laughs> Köszönöm Lányi, szépen, hogy a szépen és ugye várunk szeretettel mindenkit az zárt Facebook csoportunkban, meg ugye Spotify-on, iTunes-on, Youtube-on mindenhol lehet értékelni is minket, meg hát, kommentelni is nagyon youtube küzdünk, de... igen, az ezer feliratkozóra van. Szóval. Így van. Egy... Ha még nem tetted meg, hogy feliratkoztál, akkor... <laughs> Ég, így van. Hát Köszönjük Van. Találkozunk szépen. két hét múlva. Így Sziasztok. Sziasztok.